Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! G5 RP Live, köszi Laci! Nagyon kedves vagy! Hello, hello! Van hang, minden, mint a búcsúba! Hello! Hello, 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 sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Reméljük van értesítés, most tettem ki Instagramra is, hogy vagyunk. Jó estét, jó estét, jó estét! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Köszi szépen! Aranyosok vagytok, hello, hello! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Nyeremény játék van, így van! Szép estét, sziasztok, köszönöm szépen! Hello, hello, hello! RP-zünk már ma! Köszi Tibike, már írlak is! Botos Tibike az első jelentkezőnk. Hello! Sziasztok! Köszi szépen, nagyon aranyosok vagytok. Köszönöm a jó kiválságokat. Nagyon jól esik. Köszönöm szépen. Hali, hali. RP-zni fogunk. Meg majd kibontjuk a pösgőt is. Hello, hello, hello. Köszi XS a 3 hónapot. Köszi a köszöntést, aranyos vagy. Szép estét, sziasztok! Köszi Bence a 2 hónapot! Ez az RP, így van! Jót fogunk RP-zni máma! Sziasztok, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Visszaáll a rend, vége a szünetnek! Holnap államit fogunk rabolni, úgyhogy az is jó lesz! Sziasztok, sziasztok! Jó estét! Jól vagyok, Krisztián! Köszönöm, jól telt a napom nagyon! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok. MG infókat ne írjatok, jó? Mert bannolni fognak titeket a chatről. Köszi András a 4 hónapot. Isteltesen sokáig. Tibike Botos már 2-szer. Igen, a subgiftelők nyerhetnek. Laci 5-ször. Egy, hát 250 eurós a füles. Igen, igen már. A subgift az ajándékozást jelent. Köszi Peti 13 hónapot. Köszi Domcsó a 27 ajrót. Kedves vagy, köszönöm szépen. Hát igen, lehet nyerni fülest. A subgiftereknek hoztam egy nyereményjátékot, 250 euró. Köszi Zoli, kedves vagy. Köszi, köszi, jó estét, kaptam egy hónapos tagságot. Na, hát igen, itt most repkednek lehet, aztán majd kiderül. Sziasztok, sziasztok. Tényleg rengetegen írtatok e-mailbe, Instagramon, mindenhol. Nagyon jól esett, köszönöm szépen. Hello, hello, hello. Megint nyertem tagságot. A nyereményjáték live végén sorsolom ki, addig lehet jelentkezni. Ezt lehet megnyerni. 250 euró. 250 euró. Úgyhogy ezt hoztam el máma nektek. Még lesz, de úgyis még nem kell a fülek. Jó, Tibike, majd ha kisorsolunk véletlenül, akkor majd újra pörgetünk, jó? Köszi Domcsó is. Domcsó is benevez 5-tel. Köszi szépen. Itt repkednek a szabok. Köszi Réper a 2 hónapot. Hello, hello. Jól vagyunk, Pábló. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszi Csaba Balázs a 12 hónapot. Te jó ég. Hát itt ilyen nagy streamernek képzelem magam. Itt repked ennyi minden. Tudod ki a bácsi? Ja, neked kell? Ja, bocsi. Tibike, ne haragudj. Ne haragudj. Köszi Krisztián Gábor. Köszi, köszi. Lesz ma szedd alá a rendőrsége? Meglátjuk. Szerintem balhé lesz. Majd kiderül. Hello, hello, hello. Köszönöm Tamás a 2 napot. Köszi. Flord 54. Jár neked a 2 dedikáló kártya. Köszönöm. Így van, az MG infókat létszi ne írjátok, jó? Mert a moderátorok könyörtelenül bannolni fognak titeket. Hello, hello, hello. Ja, 45-kor bontunk egy pesgőt, jó? Köszi G.Ivett is. Jelentkezik írlak is. Köszönöm szépen. Hát itt most repkednek a tagságok. Ki a bácsi? Tudod te? Jobbulás Matek, sziasztok. Sziasztok, sziasztok. Nyomtam is a lájkot, helyes. Helyes, helyes, helyes. Végre kaptam. Itt osztogatják. Ne írjátok az MG infót, jó? Légy szíves, köszi Matyi. A 4 hónapot.
Csak úgy lehet tagságot... A tesz is! Köszi, a tesz! Ez a tesz 10! Te jó ég! Csak úgy lehet osztani, hogy tag vagy? Nem, mert Mutko Janosi Gergő is úgy osztott, hogy nem volt tag. Úgyhogy ja. Köszönöm szépen, a tesz! Hello, 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 hello. Hogy lehet subgiftelni? A chat alatt valahogy. Köszi szépen. Aranyosok vagytok. Úgyhogy ja. Hát 1000 forint ugye egy subgift. Aki egyet küld, például Florcs, lehet, hogy ő fogja megnyerni. Florcs. Csak ugye, aki többet küld, neki több az esélye. Köszi Tibike. Tibike, Jankó, Peti is. Te jó ég. Nem tudom írni. Peti, Jankó. Köszönöm Premium Movie, köszi Zlat. Te jó ég. Mi van itt a cseten? Hát sose volt ilyen bolond a cset. Haszi Tibi is. Mármint jó értelemben. Ne, hogy valaki sértésnek vegye. Hello, hello, hello. Ez a lap más, mint a többi. Ja. Hány éves kortól lehet jönni a rendőrségre? Nem tudom, mert nem én vagyok a líder, úgyhogy ebben én nem tudok segíteni. Én nem vehetek fel embereket. Hosszú lesz a sorsolás. Hát mire beírom a neveket, igen. Lehet 9-kor el kell kezdeni majd irkálni. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm. Márkó, Kardos Márkó. Csak tudjam kiolvasni. Kardos. Megkértem a moderátorokat is, hogy ők is írják. A tesz még 10! Koala 1, te jó ég! Te jó ég, mi folyik itt? Te jó ég! Lesz központi fűtés chat a házba. De ez a subgift, ez jó, hogy bevezette a YouTube, nem? Atesz, köszi, még felírtak, téged is, koalát is felírtam. Hello, hello, hello. Köszi Tomás a 20 eurót! Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Köszi, Molnár András is. Molnár András 1. Te jó ég, hát ki se tudom olvasni. Hát a Speednél szoktam látni így repkedni a dolgokat. Nem drága a száb. Hát igen, és azért mondom, hát jó, valahol 76 ezer a füles, de a gyártónak 250 euró. Balázs Csaba nyer, lehet, 5-ször. Csaba. 5-ször. Köszönöm szépen. Ivet még egyet. Írlak is. Köszönöm szépen. Tényleg a moderátorok is írják, nehogy valaki lemaradjon, majd a végén egyeztetünk. Mert megkértem a moderátorokat is, hogy írják, mert ha itt egy valaki kimarad, akkor rosszul leszek. Ja, írnom kell, úgyhogy köszi Zoli is. Valaki egyet beszáll, lehet amúgy ő nyeri meg. 27 éves lettem. Mindjárt bontunk egy pezsgőt majd 45-kor, és akkor elkezdünk játszani, jó? Florcs is még egyet. Florcs 54-2-t küldött eddig. Jó, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Mai nap jól indul. Hát most nagyon sok ember, már 50 ember kapott szabot. Ez durva. Ez nagyon durva. Fiatal vagyok még, remélem. Hello, hello, hello. Lassan 30, igen. Igen, 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 igen. Hát közelebb vagyok a 30-hoz már, mint a 20-hoz, az biztos. Nyertem, Dani. Elég sokan nyertetek, igen. Beződül a chat. Beződül a chat. Köszönöm a jó kívánságokat, aranyosak vagytok. Beződül a chat. Ez a cél. Mafiában, hát most nincs felvétel hozzánk. Holnap állami bankrablás lesz amúgy. Holnapi napunk is jó lesz. Bekerült az állami, úgyhogy állami bankrablás lesz. Hello, hello, hello. Ő nem Gergely, sajnos így nem tudjuk megoldani. Köszönöm. Megvan az új rekord, nem? Igen, szerintem ez Ferenc az új rekord. Ennyi subgift még nem volt. Igen, igen, igen. Igen, igen. Haladunk, Csilla, köszönöm. Ja, 16 évesen kezdtem a videózást, igen. Jaj, ja. Köszi szépen. Köszönöm szépen Gergőnek. Zoli. Hello, hello. Szia, Niki.
köszönöm a jó kívánságokat, a kedves támogatásokat. Jó, ez a subgift azért jó, mert Florc még egyet. Ez mindenkinek jó. Nézzük, mert nyerhetnek, támogató is nyerhet, én nekem meg támogatás, úgyhogy három az egyben. Köszönöm. Rákereshettek nyugodtan, annyi, hogy tesztre lett kibontva, de nem volt használva. Egy ilyen füles, 250 euró a gyártónál. Úgyhogy tényleg egy jó fülesről van szó, ez egy felső kategória. Ez is amúgy jobb, mint ami nekem van most, csak én ezt szoktam meg, ez egy 5-ös, de és akkor a 9-est ezt kisorsolom. Nekem jó ez, nekem jó ez. Lilák szövisek még csongorka, igen, de az az amerikai szerver, ma a magyarra megyünk, ugye? Úgyhogy, ja. Ja, hello. Mindjárt durran a pesgő, és akkor játszunk. 5 perc a pesgőhöz, igen. Tag lettél, Dominik, igen. Egy hónapig van ez a tagság, és rögtön vissza tudjátok nézni a live-ot, aki nyert. Sziasztok, sziasztok. Köszi Márkó, köszi Krisztián, aranyosak vagytok. Ja. Nem csak a 20 évesek, ki a világ. Köszi Peti, Jankó, még egyet oszt. Peti eddig 2. Köszi. Fölírtalak. Laci még 5-öt bedob. Te jó ég, hát lassan elérjük a 100 darabot. Te jó ég. Te jó ég, mi folyik itt. Hát aranyosak vagytok nagyon. Én vagyok Ásospin. Azt mondom, Gut, hogy nála szoktam ezt látni. Köszönöm szépen. Holló is lejelölő százasotok? Na, örülök neki. IC vagy OC? Nem mindegy. Nem mindegy. Le fognak cseszni, meg fokozni. Ne írjátok MG infókat, jó? Mert mi bannolni fognak titeket. Köszi szépen, Krisztina. Köszi. Köszi, köszi. Én kaptam. Hát lehet kap. Zöldül a chat. Zöldül. Köszi, Jimmy is. Jimmy is beszállt 10-zel. Te jó ég! Valaki egy fülessel fog gazdagodni, aztán meglátjuk. 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 Már lassan tagcset. At ezt lassan tagcsetnek sincs értelme. Hát tényleg ez durva. Tavaly azt hiszem, hogy a pösgőt kiöntöttem magamra. Hello, hello. Reméljük most nincs fűrázva a pösgő. Nem szivat meg. Köszi TV, Haszi TV már a másodikat osztja. Írlak TV, Haszi TV, köszönöm szépen. Köszönöm a... Ezt kaptam a Nikitő, ezt kaptam ajándékba. Köszi Bali Gamer is, dob 10-et. Atesz még 5-öt, te jó ég, hát várjatok már! Így nem fog tudni, nem fog tudni játszani. Most lőjétek el, hogy tudjuk játszani is. Ez durva. Ja, tényleg az Audival, Krisztián is. Audival kell menni dolgozni, tényleg. Krisztián egy... Köszi Zsófi. Ez durva. Hát itt mindenki kap majdnem. Ja, van új emót, igen. Köszi Major István. Azt a gyerekek! Major István 5. Ez durva. 90-nél tartunk. Ez durva. Mi tippeltünk itt live előtt, én 60-at mondtam, hogy kb. Annyi lesz. Elszámoltuk magunkat. Köszi Csabika. Kedves vagy, köszönöm szépen. Ja, a ruhás szekrény? Tényleg a ruhás szekrényt azt el kéne rakni, mert bénáztunk. Bénáztunk nagyon. Ki lett javítva? Szuper. Nem tudom. Nem tudom, hogy ki lett javítva. Lehet Balázs, azt kéne hallod. Köszönöm, tényleg, hát durva. Durva. Ebből lesz a központi fűtés. Hello. Aranyosok vagyok, köszönöm. Nagyon figyelnem kell, nehogy kimaradjon valaki. Ja, na, bontsuk a pösgőt közben, jó? Bontsuk a pösgót. Pösgót, hogy együtt ünnepeljünk itt egy kicsit.
durranjon a pezsgő. Egy ilyen Szent Istvános kis pezsgős poharat hoztam el nektek mára. Így virtuálisan kocintunk, jó? Gyerekek, gyerek pezsgőbe. Oké? Okay. Remélem nincs fűrázva. Édes pezsgő, amúgy én csak az édes pezsgőt szeretem. Más nem iszok. Van, nagy duzzogva megiszom. Köszi Bence. Úgyhogy, ja. Várjátok csak, ki ne lőjjem a monitort. Köszi Gábor! Kedves vagy. Köszi, köszi. Moderátorokat kérdezem, valaki írja az elejétől? Pösgő a legjobb. Köszi Tibor. A kamerát nehogy telibe lőjjem. Mert az baj lenne. Baj lenne. Várjatok, mert félek. Félek, félek, félek. Nem, nem rugok be. Csak pösgőzünk. Na. Várjatok. Éjeszem már! Hát ki ez a pösgőbontó ember? Hát ki ez a halk pösgőbontó ember? Hát ilyen halkan sem bontotta még pösgőt! Hát gyerekek, hát ezt így kell csinálni. Köszi Ferenc! Köszi, 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 köszi. Hát éjeszem márba. Éjeszem már. Úgyhogy köszönöm szépen, virtuális kocintás, és akkor megyünk játszani, jó? Csak hova tegyem, hogy ne legyen baj belőle. Jó. Jó, jó. Na hát akkor egészségetekre, köszönöm, hogy itt vagytok. Még egy pár évig biztos, hogy streamelek. Nincs B tervem, úgyhogy muszáj lesz. Köszi Beli. Aranyosak vagytok. Köszönöm szépen. A szemetekbe nézek. Egészségetekre, és köszönöm, hogy itt vagytok. Mindenki éljen sokáig, legalább 1000 évig. És akkor megyünk RP-zni. De milyen jó színe van. Egészségetekre, köszönöm szépen. Még el szeretném mondani az újaknak, hogy a subgifterek nyerhetnek, köszi Imre, egy hát 250 eurós fülest, köszi Bajti. A live végén lesz sorsolás, már vannak bent nagyon sokan a nyereményjátékba. Úgyhogy köszönöm szépen. Na, kezdjük azzal, hogy kaptunk egy házat, meg egy Audit ugye, Pediéktől, amit köszönünk szépen. Igen, igen, hát ezt gyors megnézem. Köszönöm. Nézem. Igen, 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 a tesz, igen, 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 jó, jó, erre természetesen engedélyt kaptok, jó, köszönöm szépen. Köszi Sanyi! Köszi, köszi, hát menjen a talk chat, nem? Mert nem tudják a moderátorok követni. Lassan mindenki tag lesz már. Köszi Marcel! Ki ID? Nem mondom-e, nem mondom-e. Na, megyünk, jó, megyünk fel a szerverre. Érezzétek jól magatokat, mert még osztogatnak, akkor úgy is fogtok kapni, de lehet, hogy most már nem lesz subgift. Majd kiderül. Na, nézzük. Köszi Milán. Magyar, ugye? Magyarra megyünk. Jó. Live elejé vécézés. Most Marcinka Ákos, nem megyek. Most voltam. Na, jó szórakozás! Tedd alá! Megtudjuk! Te jó ég! Te jó ég! Megjöttünk! Azt a cset. Emlékeztek? Kaptunk ajándékba. Köszi TV. TV írlak. Azt a de elpörögtéd, láttalak a harmadik gifted. Így háromszor lesz bent a neved. Jó? Na cset.
Akkor jó szórakozás, köszi Varga Kristóf, te írj e-mailt, mert jár a két dedikáló kártya. Jó. Jó, na, itt vagyunk, ragyogunk. És akkor nézzük meg, hogy van-e valami SMS. Hát van, azt a titokzatostól 7 SMS-ünk is van. Erre kíváncsi leszek. Meg lett csinálva a szekrény? Meg lett csinálva a szekrény. Jó. Jó. Ugye, aki lemaradt volna róla, kaptunk az IC édesapánktól, aki egy veszélyes ember, autót, illetve egy házat. A házunk az itt helyezkedik el a 60-78-nál. Más ruha! Öltözünk át! Köszi, köszi Tamás! Köszi a tesz, jó! Fölírtam eddig minden giftelőt, nem maradt ki senki. Köszi Ricsi! Lett házam, ezt múltkor kaptuk. Igen, átöltözünk, jó? Átöltözünk. Meg igazából 42-en vagyunk fent a szerveren, mostanában, tegnap 61-en voltak fent, úgyhogy én nem is játszottam. Úgyhogy ez így nagyon király. Ja, ez nem jó. Nincs is nálunk fegyver, letettük? Hol a ruhás szekrény? Nem is tudom, hogy hol van. Fater adta, igen, apu megvette. Apu megvette. Itt van, ugye? Itt van, igen. Lassan beindul ez a szerver is, igen, igen, igen. Melyik az? Jumanji vagány. Melyik legyen, chat? Melyik legyen? Sugar Daddy, az egy kicsit más. Ki mondta? Az egy kicsit más. Melyik legyen? Úgy el tudom nevezni amúgy ezeket a ruhákat. Nem tudom, a jó. Ez a jó. Ja, ez mondjuk ez vagány. Vagány, ez jó néz ki. Hát csak itt ez a baj. Nézzük a vagányt. Hát lehet, hogy... Aha, ez jobb. Ez jó néz ki. Ez a melltartós ruha, igen. Na, nézzük meg a garást is. Aztán menjünk dolgozni, nem? Olvassuk el az SMS-eket, és akkor mehetünk dolgozni. Hú, szia fiam, 5 perc ezelőtt. Szia fater. Húha. Húha. Mi ez? Te jó ég. Ez mi? Ne légy kemény velük. Kattints a képhez. Ez fekete kép. ID egyik embere. Sziasztok! Hello, hello! ID egyik embere. Nem tudom, a PayPal donételek nem biztos, hogy van hang. Nem látom. Figyelte az emberem. Kedre van pár infóm önnek. Az üzenetben akkor válaszol, miatt nem ment be a rendőrségre. Még nem mentünk be. De amúgy ezért lehet kirúgnak, nem? Ez a sok magánakció miatt. Nem akar a sítenülni, boldog születésnapot, Miska. Köszönöm. Itt vagyok a városban. Az a baj, de most ezt mire írta? Ha nem akar a sítenülni... Miért? Miért ülnék a sitten? Elnézést? Miért ülnék a sitten? Tudtam! Tudtam, hogy nem lehet bízni a Jézusba! Miért? Hát mi? Mi jelentett volna? Azért, mert megfeleztük a pénzt. Hát azt apám adta. Hát abban nincs semmi. Adok róla pár infót, hogy megmentse magát. Rendben van. A Jézusba nem lehet bízni. Ezt már tudtuk az elején, csak nem tudtuk, hogy elvettük tőle az 5 fegyvert. Azért. Emlékeztek? Elvett. Azt mondta, hogy ellopta az egyház pénzét. Hazudik. Hát mit loptuk el? Mit loptuk el? Hát elfeleztük, mert azt apám adta. Csak véletlen neki adta, így erpésztük le. És lövöldözött. Bakker.
hogyan tudom ezt jóvá tenni? Így nem mehetek be dolgozni. Mert az öt fegyvert azt lefoglaltuk tőle, az biztos. Az biztos. Hát én is, Levi, csak nincs benne. Köszi, Márk, írlak is, jó? Márk, a 250 eurós fülest Márk lehet megnyeri. Adok pár infót, sokba fog fájni önnek. Minden pénzt megér ez nekem. Jó. Igen, 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 ne írjatok MG infót, jó? A tagokat is bannolják, ha MG infót írnak. Úgyhogy vigyázzatok a tagságotokra, léci, ha kaptátok, jó? De mi... de... Lina vitt el az öt fegyvert, nem? A Lina vitt el az öt darab fegyvert. Úgyhogy... Jó, hát most azt a 4,5 milliót érted, az valahogy ki kell magyarázni. Jézus a kaszinósoknak dolgozik, boltot rabolt nemrég velük. Ezt jó tudni. Ezt jó tudni. Ez a dohányboltban van. Itt sétált ki. Ez a dohánybolt. És elment kimosni a piszkos pénzt. Magyarázzam ki magam. Hát lehet, hogy nem tudom most mi legyen. Oké, hogy a Jézus ezt elmondta, de nincs bizonyítéka, nem? Mi a nyeremény? Karcsikám, egy 250 eurós füles a nyeremény a subgiftereknek. Bárki nyerhet. Tényleg véletlenszerű a sorsolás. Hát ez az, hát kinek hinne? Kinek hinne a főnökség, nem? Köszi Kristóf. Tartott egy mifélét, ja misefélét, tényleg húsvét vasább tartott valami misefélét, hogy ne tartsuk be a szabályokat. Ez egy szélhámos. Mennyi ember van bent? 95 subgift volt ma már. Úgyhogy, Józsikám! Kemény. Azaz lopjunk és öljünk. Erről van felvételed. Köszi Gábor, köszi. Köszi Kristóf! Írlak is! Varga Kristóf! Kaszinósoknak tudom a házukat és az autójukat. Merre találom? Ejj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 
Majd kint megmutatom. Először legyen meg az az SMS. Köszi Gábor! Nos, Gábor 1. Tagcset van, Jocó, csak tagcset van. Azt mond, hogy hogyan ne rúgjanak ki. Ha Jézus így keresztbe tett nekem, mit csináljak? A faterra kéne beszélni, nem? Köszi, Mónika! Bajban vagyok. Ez melyik hát? Tudjátok! Kinek a hákúja volt ez nagyon régen? Mentsük le. Tudjátok melyik hákú el? Ragadtó hákú, emlékeztek? Ragadtó hákú. Jó, tűnjön el. Jó, köszi Gábor, köszi, kedves vagy. Ez az a hákú, igen. Igen, felismerem a járdáról meg, hogy autóba úgy kell leállni. Oké, nos, én megmondja, hogy nem is volt szalag, amikor a templomot találkozott, Jézus elkezdett lődni őre, és ön csak visszalőtt.
Ezt kell mondanom, hogy önvédelembe lőttem. Ott volt egy gyilkosság. Ott volt egy gyilkosság, emlékeztek, hogy lelőttek egy embert? És én rá is lőttem Jézusra. A bort, hogy megitta, azt tagadja le. Nem is ittam bort. De hát, ez... Nem, azt fogom mondani, chat, egyszerű. Azt fogom mondani, hogy azért volt szükség ezekre, ez minden tevékenységet meg tudom indokolni azzal, hogy nyomozói tevékenységet végeztem, hogy a jövőben le tudjam kapcsolni, így vettük el az 5 fegyvert is tőle. Ennyi. Nem? Ennyi. Mindent erre rá tudunk fogni. És hogy Jézus egy szektás. De ez minden azért történik, ez a tervem része. Hát ennyi. És közel... Jaj, itt tambort. Hát ha nem voltam szoliba, akkor nem baj. Nem is tudom, hogy szoliba voltam-e. Magánakciót jelent? Amit letagadtam. Tényleg, mert kérdezte Walter, hogy nem magánakciózok. Igen, tényleg. Tényleg. Mi baj van? Mennem kellene dolgozni, de a Jézus feljelentett. Lehet ki fognak rúgni. Bemártott a mocsok. Hogy oldjam meg? És elő fognak lépteni? Igen! Igen. De felvétel van róla, hogy ön lőtt. Hát ez a baj! Jó, Zoli, nem húzom az időt, de egyszerűen nem tudom, hogy most mit csináljunk. Most a fatert megvárjuk, hogy mit fog. Addig megmutatom az autót, jó? Ha baj van, megyünk és kiszabadítsuk. Rendben? Rendben. Lehet, hogy Jézushoz kellene először elmenni. Főhívom Jézust. Hívjuk fő Jézust. Hol van? Melyik az? Megölöm. Lőjük le Jézust. Tüntessük-e? Szevasz Jézus! Dicsértessék! Dicsértessék! Mindörökké! Mi újság Jézus, jó vagy? Meg vagyok, köszönöm, meg vagyok. Örülök meg vagyok. Neki, drága barátom. Figyelj, mit csinálsz a templomnál vagy? Majd megyek oda, most a tojásokat gyűjtögetem itt a sikátorokban. Jó, mikor tudunk találkozni? Van pár kérdésem. Információ, tudod. Körülbelül olyan 5-10 perc, de azt akarom neked mondani, hogy ott a templomnál most ilyen nagy gyűlés van, mert ott mindenki oda vár engem, tudod? Milyen telefonáltak valami inkvizitorok, hogy állítólag találkozni akarnak velem ott a templomnál, akkor van egy kis privát melóm, tudod? Vannak ilyen farmerek. Jó, hát azok igen. Azok megbíztak azzal, hogy menjek már ki a farmra, és áldjam már meg a szerencsétlen jószágokat, mert nem akar fialni se a izé szarvas marha, se a sertés. Jó van, de akkor azt mondom, időpontot kell kérni tőled? Köszi, Bali! Nem mondom, mit mert, tudom érted, érte? Ott én négy szem közt akarok beszélni, hát most ott ne zavarjon minket senki, akkor nem ja, a templomhoz megyek, érted? Ja, hát akkor sajnos érted, most már itt vagy? Itt vagyok. Na, akkor lehet most már sorszámot kell húzni, tudod? Egyre népszerűbb vagyok, egyre kelendőbb vagyok itt a városban, minden nyavajáért engem hívnak. Már legyek lódoktor, akkor gyümölcsoltó boldogasszony, meg kéne áldani majd még a termést is. Akkor keresztelőkre hívnak, esküvőkre hívnak, hú, annyi dolgom van már, hogy az csak na. Komolyan mondom. Jó, oké, akkor figyelj, csörögjél, ha ráérsz, jó? Csak mennék jó, dolgozni, hogyha... még meló előtt akartam volna találkozni, tudod? Ó. Hát nézd, bök fel a szolit, aztán majd mondom, jó, majd, jó, oké, majd, dolgozok, aztán majd írsz, amikor ráérsz, jó? Rendben. Nem akarsz találkozni, Ferdi. Na, sok szerencsét a mai napra, köszi. Kedves Mihály. Csácsá. Hello. Hazudik. Fú. Beszélek Jézussal. Rendben. Na, beszél Jézussal. De ez meg... Mi? Védje meg magát, Miska. Kemény vagy. De ha ezt megoldottam, megoldottam valakinek a kasziós kis az autójukat. Rendben van. Bemegyek dolgozni. Na, templomhoz nem megyek, de az a baj, hogy én szeretek magánakciózni, és a Bendegúz is itt van, engem a kiherének. Köszi, Bali! Írlak is! Bali Gamer!
nyer 5 subgift. A subgifterek nyerhetnek egy 9000 forint értékű fülest. Jó. Szeretnél te is? Igen. Ja, várjatok, ne siessünk azért annyira. Ne siessünk. Egészségetekre! Az a baj. A Szolin kívül vagyunk, nincs nálunk fegyver. Na, megmutatom az autót, chat, jó? Amit kaptam. Tehát, ha most kiosztok 100 szabot, akkor mi lesz? Akkor 100-szor lesz benne a neved a kerékbe. De még azt jelenti azt, hogy te nyersz, csak nagyobb az esélyed. Mutatom az autót, jó? És nem tudom, hol kell kimenni. Nagyon brutális amúgy, aki lát, múltkor itt volt, látta. Holnap pedig állami bankot rablunk az Amerikán. Bekerült az állami bankrablás. Hát leadolják nekünk a cuccokat azért, hogy bemutassuk a szervernek, hogy, hogy ez hogy működik. Utána nekünk is meg kell keresni, csak holnap mi ezt megcsináljuk. Na. Kijárat. Jó, ezt be kell zárni? Most az ajtó zárva. Jó, köszi Patrik. Jó. Merre vagy? Háznál, amit adtál. Jó, lehet ide jött a fater. Na, kikérem az autót, jó? Menetrend van? Nincs. Ma írom ki este, jó? Ma írom ki. Este. Jó. Hol van? Mindjárt a fatert majd, mindjárt lecsesszem. Lecsesszem a fatert. Jó lenne, mert nincs kulcsom a garázshoz. Hát nyomom az E-betűt. De semmi. Majd... Nyomom az E-t, hát... Jó lenne, mert nincs kulcsom a garázshoz. Publikba teszi. Nyitva kell legyen az ajtó? Megnézzük. Megnézzük, ez lehet, hogy igazad van. Nem. Ja, a fater lerakta, tényleg, mondtuk neki, hogy vigye el. Tényleg. Tényleg. Vagyis a kocsi kell, amit elvittél. Jó, hát akkor faterral. Mennyi rendőr van? Szoliba? Nem, hát elvitte, tényleg igazatok van. Elvitte a fater. Egy perc is ott vagyok. Jó, jön. 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 Erre kíváncsi leszek, hogy hogy mászunk ki ebből a balhéból. Mert ez nem jó, nagyon. Na, de ez a ház. Szevasz, fater, hello! Hello, hello! Segítened kell. Nagyon nagy bajba vagyok. Tudod, hogy sokat jelent nekem ez a rendőrség. Köszi, Smoke! Persze, persze. Nem szeretném, hogy kirúgjak, de a Jézus... Most múltkor elvettem tőle 5 fegyvert, azt ennyire berágott, érted? Hát látod. Tiszta ideg vagyok. Az autó... Jó, elviszlek a... Az autómhoz el tudsz vinni? Jó, köszi, köszi. Aha. Van terved? Mit csináljak? Hát... nem tudom, tudtál vele beszélni? Beszéltem vele, nem tudja, hogy én ezt tudom. De nagyon ferdít, nem akar találkozni. Nagyon hárít, hogy most vannak a templomnál, nem ér oda, dolga van, meg kell áldani a birkákat, meg ilyenek. Aha. Úgyhogy ferdít, nagyon, nem akar találkozni. Tudom, lehet, hogy tud találkozni. És... Mert most bemegyek dolgozni, és engem lecsesznek, akkor nekem, vagy kirúgnak, akkor nekem végem van. Rendben, akkor próbálok vele beszélni, maximum kihívom itt a házamhoz, és akkor oda hívlak téged is, és szerintem az a legkönnyebb megoldás, hogy nem tudjuk róla, te is ott leszel, aztán kész. De akkor addig dolgozzak, vagy ne?
Szerintem addig dolgoz, mert nem tudom, hogy milyen gyorsan lehet elérni. Jó, mert valahogy meg, hogy a vádak, vagy a feljelentést ezt mondja vissza, ezt kellene elérni. Rendben. Mert hogyha bírósági tárgyalásig eljut a dolog, akkor vége. Mert lehet, hogy nem csak kirúgnak, meg lehet bíróságra is viszik az ügyet. Értem, megpróbáljuk menteni valót. Jó, akkor bemegyünk dolgozni. Kicsit arrébb akarok lenni. Köszi, Bihari Tamás, mert hívnak is. Nem szállsz ki, nehogy probléma legyen. Bihari Tamás, 5 bala! Bala is 5! Bala itt meg fogok találni a garázsba, dolgok tudok majd. Köszi, Fater. Egy jelzek. Jó, köszi. Nincs. Hello. Köszi, felírtalak titeket, srácok, köszönöm. Live végén sorsolás 9:30 körül. Hello, köszi, András. Ja, garázsos. Most ilyenkor mi van? Írjunk reportot, nem? Valami, nem látom. Megnyomom az E-t, oké, keresi. Enter. Nem, írjunk reportot. Mindegy, hogy mennyit, egyen is lehet nyerni már, persze. Hát én nem, hát nekem nem. Csak aki 10-et küld, aki 10-szel lesz bent a neve, annál több esélyed van megnyerni a filest. Kíváncsiak így a nevet. Remélhetőleg. Nem, hát átírt a nevemre, nem? Jó, nagyon jó, itt van. Jó, hello. Hello, már megoldódott, csak kicsit késő hozta ki. Ó, igen, mert közben megoldottuk. Jó, köszi. Szívesen, papá. Cső. Tabletem. Jó van. Tablettel megyek. Mi? Hát nem, semmit sem. Na csát, ezt nem kaptuk. Ne tört ki! Ja, alapból ki van? Na cse, tesz még őket. Ez az? Nagyon jó, nagyon király. Ezt kaptuk meg a házat, ugye? Ez brutális cse. Na, hát menjünk dolgozni. Megnéztük már, hogy mennyit megy? Vagy nézzük meg a pályát. Mert nem néztük meg még, hogy mennyit megy. Húzassuk ki! Hangos, mi? Hangos, nagyon hangos. Kicsit. Nem néztük meg, ugye? Csak egy zsarút lenne kapcsoljanak. Hallasz! Bocsánat! Jó, menjünk dolgozni.
hangos. Nekem is, fülesbe is hangos, nem csak nektek. Az elkészít. Na lerakjuk a mellette lévő garázs. Mentesz 370-et ír. Na mi újság? Na, tudtam Jézusról beszélni. Igen? Elmondta, hogy fial a disznó is meg kell áldania, meg egyéb dolgai vannak. És mondta, hogy sorszámot kell húznom a halálkára. Nekem is ezt mondta. Így megtudtam annyit, hogy te a harmadik helyen vagy, én meg a negyedik helyet kaptam. Igen. A beszélésre. Hát, lehet, hogy te már eleve a harmadik helyen meg tudod beszélni, attól függetlenül a házam húszra gondolom, majd kijöhetsz, amikor Jézus is kijön, aztán ott tudtok beszélni. Jó. Azt mondta, hogy majd jelez, úgyhogy valószínűleg neked is előtte fog jelezni, úgyhogy tudni fogjuk, hogy mikor végez a dolgaival. Jó. Jó, köszi szépen, Fater. Akkor bemegyek dolgozni, aztán majd lesz valami. Rendben, szívesen. Köszi. Hello, hello. Hello, hello. Hát most chat, nem tudom, mire számítsunk. De a Dandár tábornak megérkezett az A7-te dolgozni. Köszi szépen! Subgifterek nyerhettek egy 200 eurós fülest! Na, csak szerényen. Igen. Csak erre el kell mennem először pisvíni. Nem bírom a stresszt. Tényleg ízgulok! Hát hogy lehet ízgulni? Pici nem pici, ja tényleg, pici is pisíni kell volna. Na, köszi Nikolász, köszi, köszi. Mehetünk. Ha nyomozunk tovább, akkor ez jó fog jönni. Jó. Menjünk. Ez a tablet hogy kerül, hogy tűnik el a kezemből? Kis sör, nem, pösgőt bontottunk itt a live elején. Szülőnap miatt. És eddig több mint 100 subgift jött, chat. Köszönöm. Egy RTX 9-et lehet nyerni. Fire best. Nem ezt akartam. Együnk, ígyunk előtte, jó? Ennyi tag van most, szerintem olyan 720 körül, ez új rekord amúgy. Hát ez eddig te vagy a legesélyesebb 25-tel. Walter dolgozik vajon? Ti
Szia, Báci! Báci, szia! Kisasszony, Báci? Jó napot! Egyedül járkál itt kislányként minden rendbe? Elvesztettem az anyukámat. Elvesztette az anyukáját. Rendben van, én rendőr vagyok, megyek úgyis dolgozni, jöjjön be, és akkor előkerítjük az édesanyukáját, jó? De egyedül nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes egyedül. Itt lakik a városba? Most költöztünk ide anyukámmal. Jó, rendben van, akkor jöjjön utánam, jó? A Bácinak miért ilyen fúja a nagy jelkja? Szeretem a fekete-fehér színt. De ne bácsizzon, nyugodtan tegezzel, jó? A bácsi az más. A chat azt tudja, hogy ki a bácsi. Mi más? Ne, a bácsit nem szeretem. Nem szeretem. Jönben. Jó, jöjjön. Igen, ő Lina. Igen. Köszi Roberto, már írlak is. DJ1. Jó. Anton Gacsaja? Lehet. Na most hova tűnt? A bácsi magázza a kislány. Minden, ilyen hivatalos személyeknek mindenkit magáznia kell, nem? Köszi Bali Gamer! Még 10, akkor eddig összesen 15 Bali? Jól látom. De jó ég! Te jó ég! Na hát akkor oda ment a többiekhez, akkor itt nem nincs probléma. Tiszteletem kollégák, tiszteletem! Erőt, egészséget! Erőt, egészséget! A kislány eltévedt, az előbb azt mondta nekem főnök. Igen? Igen, és hogy keresi az anyukáját. És látszott, tudjátok intézni? Ha megkérdett meg Köszönjük! Nem lehet. Szia, nem bácsi. Az igen, felgyújtott. Beszéljünk már majd, jó? Ő rendben főnök. Köszi Maximilián, Krisztó. Jézus atyaságos, szent, jó. Az nagyszerű. Ez mi volt, főnök? Antonka megint alkotott. Antonka? Főrobbant egy autót az Antonka? Fölgyújtott a dolgot. Háj, de most nem így voltam. Hozzák be a gyereket! Háj, de most tényleg nem így voltam. Hát a gyerek ma megint itt van. Na. Hát csókoló. Most nem így voltam. Köszi András a 15 hónapot. Felveszem a ruháimat, főnök, meg a szolgáltatás. Irodába várom akkor. Rendben, köszönöm. Merre van most az iroda, főnök? Pontosan, mert van több. A főnök iroda? Igen, jó, igen. Jó, oké, ott szembe. Jó, köszönöm. Igen. Bali, eddig 15-öt. Nem, 25-öt. Külön írtalak, megleszel, jó? Megleszel, 25-öt, Bali. Bocsánat. Fő vagy írva, csak külön írtalak, mert tudod, most külön jön, de benne leszel 25-ször. A szolít! Tényleg. Tisztelet, jó napot! Mik ezek a gyerekek? Hello? Szia, Mihály! Mehetek? Köszi! Fogjuk el vennem a szolít. 15 évesen nagyon bűnöző, tényleg! Mint a Johnny, vagy bárki. Hát hihetetlen. Fővettük a szolít, átöltözünk. Köszi Balogh Ferenc! Csakmat, kinyitná az ajtót? Ki ez? Jó napot, elnézést, Chris Brown. Kinyitná nekem az ajtót, mert beragadtam. Milyen ajtót? A kinti uram, Chris Brown. Oké, nyitom. Kösz szépen. Chris Brown! Esetleg egy autogramot kérte Chris Brown. Nem. Legyen. Olyan a sérője, mint a Chris Brown. Jó, köszönöm. Chris Brown.
Az Anton kanya, hát itt kiegettem. Jaj, gyerekek, ez óriási. Na, öltözzünk át. Vegyük fel a szolid, de akkor a Gusti fog lecsászni minket? Mondjuk, ha nincs a legnagyobb főnök. Jó, előadom magam, jó? Ahogy szoktam. Az jó lesz. Az jó lesz. Golyóálló kell. Oké, ezt nem vesszük. Oké. Chris Brown. Kell a szolgálati fegyverem. Tablet, nem tudom miért maradt a kezembe. Amúgy meg. Nem baj. Animációknál. Nem. No! Eldobtam! Nem dobtam el? Hát előbesz még egyet. Hát ez hihetetlen. Jó. Szerintem resizni kellene. 45-ös megy bele? Igen. Írjon be. Nem. Ó, de jók vagytok, chat. Na megint ti vagytok a jók, köszi. Köszi, köszi, köszi. Jó. Na chat. Kiderül, hogy mi lesz most, jó? Kiderül, lehet ennyi voltunk a rendőrségnél. Köszi szépen a kívánságokat. Nincs páncélom. Azt mondja, akkor újra felveszem. Golyó álló, csak el vagyok tévedve. Nem erre van? És akkor zászlós? Az jó lenne. Köszi Krisztián Bogdán stream. Nem, ha véletlen kirúgnak, akkor csinálunk egy legális frakciót. Mit szóltok hozzá? Egy legális nyomozó, nyomozói frakciót. Ahol én leszek a főnök. De csak nem rúgnak ki. Csak nem rúgnak ki. Jó, meg Gizikétől veszünk piát. Ja, itt van, Bözsi. Bözsitő. Aztán megyek. Jó, 5. Micsoda van? Mi legyen? 4. Ilyen. Lefokozzuk, az nem akkora baj. Viszont tudjátok mi lesz a baj? Ha a nyomozói tevékenységet abba kell hagyni. Akkor mit csinálunk? Járőrözünk csak éjjel-nappal? Meg azért nem jó. Nem? Mérgesnek látszik. Mérgesnek látszik. Mérgesnek látszik. Nagyon nagyot kiálltok. Tiszteltem főnök. Na, annyi van. Csak mondták, hogy egyet már lehet egy üzenetet így négy szem közt, két fő közt. Igen, főnök. Akárhogy. Volt itt a Jesu Cristo, a maga megváltó Jézus Krisztus. Igen, tudom, igen, tudom. Na, annyit mondod csak, ez egy... Mikor volt ez? Ennyi most az idő. Körülbelül 10 perce volt itt. Igen. Mondta, hogy hát a templomba várná önt. Rendben, főnök. Ha engedélyt kapok, akkor megyek is. Ott 5000-es parcellánál, jó? Rendben, főnök. Jó, köszönöm én az szépen. Infót átadtam, akkor... Én azt mondom, hogy menjen csak. Rendben, köszönöm főnek. A Walter főnek, illetve a Linak is asszony van a ma a városban? Nem tudom, nem tudom. Rendben főnek, köszönöm. Akkor megyek is. A rádióra azért felcsatlakozok. Rendben, meg rádióz a dolgokat tudja. Rendben. Jó van. Tiszteltem, Timár Mihály szolgálatba lépett.
chat eddig, oké. Guszti most nyugodt. Nem szokott ilyen nyugodt lenni, nem? Telefonszámú vagy kapcsolata van a nagypapához. Eddig jók vagyunk, eddig. De lehet, hogy őt nem avatták be, nem? Lehet, hogy őt nem avatták be. De várjatok, akkor át, visszaöltözünk, és akkor megyünk az Audival. Valami gyanús, lehet. Jó. Ruhatár. Felt ruhák. Na nem tudom a jó, nem? Nem a vagány a jó, tényleg. Ez a jó. Jó, menjünk. Menjünk. A saját autóval vagy rendőr? Vagy a nyomozói autóval? Gondolkoztam azon, hogy lelőjük, nem? Gondolkoztam azon, hogy lelőjük. De nem kéne még. Sajátta? Vagánykodjak neki? Jól van. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Kollega. Túl gyanús lenne, igen, tudja, tudnák, hogy én nyírom ki. Na menjünk! Menjünk akkor. Templomban nem lehet, igen, tudom. Segítsen, uram! Segítsen! Eljön a vég! Mi a baj? Eljön a vég! Mi a baj? Eljön a vég, járványba kértünk. Jönnek! Levent a rádió, hogy mire nem tudunk. Igen, kicsit nem értem. Nem értem. Tartalék egy nagyon mosdó szünetet, bocsánat, bejelentem, de... Addig átadnád neked a szóit, jó? Rendben, rendben. Megszálltak az ufók. Megszálltak az ufók? Igen. Önt? Hát akkor Jézustól kérjen segítséget. Segítsen. Vigyük el. De Jézusra beszélt már? Segítsen. Kérem. Szóval aki érti cset? Nem segítünk neki. Nem viszol a fatár, csak megírom neki, hogy ott leszek a templomnál. Ez meg milyen kép? Marcel vagy rádió? Ja. Ed van telefonszámod a nagypapához? Nincs. Ha nézzük Jézus! Tiszteletem, hello, szia, szevasz! Hello, ide tudná... Persze, most kaptam meg az üzenetet, Bartok, hogy menjek hozzád, igen. A nagypapa ott van kint a falon. Ja. Jó, ja, megyek, akkor. Megyek, csácsá. Jó van, a hívekkel ne foglalkozz, hallod? Jó, jó. Itt már olyan emberek jártak itt, hallod? Ne foglalkozzál senki. Jó, megyek és dumálunk, oké? Oké. Hello. Nem tudom. Nem tudom csak. Leírom az ő faternak. Csapda, nem hiszem. Mindenesetre töltök egy kis pesgőt. Aki még az egészségemre szeretne virtuálisan kocintani, lehet. Lehet. Én nem viszik túlzásba. Egészség mindenkinek. Uram! Gyorsan bezártam. Segítsen. Nem tudok segíteni, uram. Nem tudok segíteni. Az 5000-es parcella számnál van egy templom, ott lakik egy Jézus nevezetű ember, őt kell felkeresnie, ő tud segíteni. Károly nagypapa és nagymama a kapitányság előtt. Az egyik rendőr urat meg tudja kérni, ott vannak az őrs előtt, jó? Ők segíteni fognak. Én is az vagyok. De én is rendőr vagyok. Igen. Segítség.
Ezt valaki érti, chat? Mert én nem. Úristen! A fiót megölték! Ott tud segítséget kérni, minden jót. Nem értem csak. De most hát nem viszem oda a Jézushoz. Tankolni kell. Kicsátok lejjebb. Jézus itt kivégzett egy embert. Kérjük számon amúgy csak, vagy ne? Vagy játsszuk azt, hogy nem tudunk róla. Subgifterek nyerhettek egy 250 eurós fülest, lehet még jelentkezni. Kérni, hát most van 6 millió, most nyugodt vagyok. Hozz itt egy benzinkút, tankoljunk, menjünk el tankolni, és jobbra lesz egy benzinkút. Elmegyünk tankolni. Holnap állami bankrablás lesz Amerikán. Kérdezz, honnan van az első millió. Nem ezt szokták mondani? Jó. 4000, hát csak 20000 van nálunk, 21000. Ajjajjajjajjajjajjajjajj. Ali, sziasztok, szép estét mindenkinek. Nincs is nálunk ennyi pénz, mi van? Oh, kártyáró vonta le, chat. Kártyáró vonta le, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Mennyivel tartozok ezek az infóké? Azért ne kérjene több milliót érte. Baj lenne. Születésnapja alkalmából. Ingyen info. Sőt, ezt kaptuk ajándékba.
kaszinót, azt nem ingyen. Pusztán láthatom szóval. Nem, ez jó, hogy a kártyán mondja le. Már semmit nem fogunk elhinni neki. Ez biztos. Ez biztos, hogy nem hiszünk el neki semmit. Köszi gameplay. Köszi a 6 hónapot. Kiemelkedő tagságodat. Bátori? Bátorsi. Bátorsi. Jármi tulajdonos azt mondja, hogy Jézus Krisztus. Azt fogja írni. Már lekérdeztük többször. Az Bactus autója, tényleg? Kollégák, ami olyan van, akkor inkább fogjátok meg, engedjétek el az Antonkát, én felelősségemre, féni meddig, mert én mondtam nektek. Mondjátok meg nekik, hogy keressék a farmosokat mai nap folyamán addig, ameddig tudják, jó? Rendben van. Azt mondja, hogy ne menjek. Ott van a bérgyilkos is. Na ez Justi, már most hívjuk be a papát, most telefonálnak vele. Most mi legyen? A bérgyilkos töljük meg. Vadász 3 megkezdte a járőszolgálatot. Nyugta. Lőjük le a bérgyilkost? Cset, lőjük le a bérgyilkost, nem? Bemegyük a templomba lövődözni, nem is lehet. Bejáratig lehet, ki kéne csalogatni a bérgyilkost. Szoliba vagyok, ja, nincs nagy gáz. Nézzük meg a jármű tulajdonosát. Bátoki, azaz, igazatok volt. Templomba is szokott lőni. De az előtérbe tudok, ezt megnéztük múltkor. Megnézzem a jármű tulajdonosát. Nézzük, leellenőrzöm. Jármű tulajdonos nem található. Megnézem a kesztyűtartót. Nem találok benne semmit. Megnézem a csomagtartót. Jó napot, Falkus Kerek, menjen már innen, ez az én jó autom. Jó napot, rendben van, csak nyitva van és a pénzét meg ki fogják venni. Milyen pénz? Hát menjem a maga. Van bent a csomagtartóban pénz. Azt az ki ez a pénz? Hát ott van bent $30, vigyázzon rá, mert ki fogják lopni. Jézus bent nem van? Én nem tudom, testvérem. Jó, bemegyek. Megyünk már innét el, Moret. Maguk Jézus emberei? Nem kommunikálnak. Kaszinósok, tényleg lehet, hogy velük vannak. A farmosok itt vannak a farmosok. Itt vannak a farmosok. Elindult a nagypapáért a farmra. Nyugta. Majd hallgassátok. Köszi Pető János. Hello. Rendben. Jelentem, a farmosok itt vannak a templomnál, vége. Biztos, hogy a farmosok azok? Hát a farmer ruhában vannak most, más mászkál ilyen ruhában.
Na itt vagyok, Jézus, hello. Ők kicsodák, Jézus? Hát maga az ördög, Lucifer? Nem, nem, mert valami inkvizitorok. Hát gondolom, ők a farmosok, nem? Ebből ki lehet következtetni, nem? Valami inkvizitorok. Jó, és rendben. Nekem dolgoznak, azt mondták. Rendben, örülök neki, hogy ilyen hívőkre tettél szert. Kostár! Ezek az... Ójjaj. És ők a farmerek, gondolom őket már ismered, a farmereket. Én vagyok. Nem, még nem találkoztam. A kollégák keresik őket. Szerintem a nagypapát és az anyósmányokat kéne hallgatni egy hatalmas baj van a farmokon, tudod? Igen. És meg kell áldani a tervényt. Én azt mondtam, hogy nem fiam a disznó, mert egy farmas marhában is berakett a idén, borjunk. Aha, meg a tegnap... Lesz, őket csapjak itt lódoktól, mint ilyeneknek, tudod? A rizskát megpusztott. Akkor megvan az utasítás, hallgassátok be mindkettőt. Jézus, ez igaz? Micsoda? Hát azt, meg olyan van, akkor azt mondja, hogy megcsöpkülted a tehenet. Hát nézd! Ó, mit nevettem? Kértek valami gyors fiallát, nem Kenta ural, meg Nyolta ural tudnak szolgálni. Azt próbáltam tenni valamit az ügy érdekében. Most akarod én mondani, hogy olvassa el. Ja, ezt én olvassam el. Hát olvasd el, Mora. Ja, jó. Miért nem tudtam olvasni, segítsen valaki, vagy mi lesz? Elmutogassam. Jézus azt állítja, hogy maga az egyháztól lopott. Igaz ez? Mi ez, valami tárgyalás? Ez tárgyalás. Esküdszék meg minden? Az inkvizitorok jöttek el, érted? Hallod, Mihály? Jézus, te ezt állítod? Én ezt állítom. Miért állítod azt? Szerinted neked honnan van pénzed? Tőlem, meg apámtól. Honnan van a pénz? Csak úgy, azt hiszed, adomány volt? Ezért nekem meg kellett küzdeni, hogy ennyi pénzt kapjál. És mivel kellett megküzdeni? Azzal küzdöttél, te küzdöttél megérte, hogy elvedd a felét. Szopott a borej, vagy mi van? Hát örülj, hogy ennyit kaptál, és nem az egészet vettem el. Hát, meg is itt a másik fele. Halljátok ezt? Szent lelkek. Onnan a mélyből, hajtál! Ne haragudj már, melyik templomba adományoznak így 6-8 millió forintot, így hirtelen? Mindegyikben! A legszentebb az adomány az mindig szívűzőn, soha nem kérik az ellenszolgáltatást. Jó, rendben van. Hogyan tovább akkor? Adjam vissza neked azt a pénzt, azt követeled akkor. Így van. Hát majd itt megmondják, itt a izék, az égi törvényszék megmondja, hogy mi legyen. Már írja is ott a firkálmány. Jó, rendben, kíváncsi vagyok. Az a pénz nem hozzá tartozik. Körülj, hogy az még benne nálad van, Jézus. Ez hamis vád. Hamis vád. Jézus, keresztre vele! Kik ezek? Adjuk vissza a pénzt. Örül, hogy nem vaglak neked is le a nyelvedet. Ezek most na, elolvasom. Vissza kell adni az egyháznak a pénzt. Jézus azt mondja magára, hogy a rend éberőre. Kollégáid tudnak róla, hogy maga itt van. Természetesen tudnak róla. Mindent lejelentek, ami történik velem. Tuha, spicli. Lejelentem. Dolgozok, tudja? Valaki dolgozik is, nem tudom ki maga. Kicsoda. Jó, nem tudom, hogy Jézus mivel fogta meg magukat. Várom a következő írományt. De Jézus nem hazudhat? Ez a kérdésem. Éppen a rendőrségi idő felé tartunk. Ez már nagyon büdös. Hogy mondják a tárgyat? Én csak is az igazat, a szintiszta igazat. Hogy beleszólnak? Itt atyám volt fele. És nagyapán házába. Csak az igazat és a szintiszta igazat tartom. Ha felhívom a főnökét, ő is tudni fogja? Jézus szent nem hazudhat. Vadász kettős csapatok. Sajnos többször bemizonyosult és papírja is van róla, hogy nem normális a csávó. Illetve a főnökömnek még nem számoltam be vele, mert az egyik munkámnak a tevékenysége az. És hogyha végeztem ezzel a munkakörrel, akkor számolok be a főnöknek. Hol van Jack Robert? Én már csak egy kérdésem, itt vagyok. Állami cégnél dolgozom, ugye? Mamával, állami cég? Igen. Na ez itt a probléma, hogy én nekünk is jönnek oda a farmról, azt emberkednek. Tényleg? Persze, tehát ennek az államnak abban a hócai. Hát mit csinál? Adót szednek? Adót nem szednek? Hát dehogy ne, hát szerinted... Annyit megszerintem... A papa mit mondott neked? Sose tudjuk megfejni a tehenet, mert a szerelő nem csinálja meg azt a tehénfejő gépet. Azt így betúrósítod a tehénfejő gépet. Hát jó, minek volt a kezedbe, szép testvérem? Ez a Johnny. Ja, csak kikapcsoltam, mert nagyon beszélgetnek azért. Ja, oké. Nem hallottam önöket. Lehet, nem volt ötlet így mászni, hogy nem tudnak róla, most velünk kéne jönnie. Jó, ha megy a pokolba. Nem maradunk itt. Ebben van a baj. Köszi, Edwin! Mennyi itt is megbeszélhetjük, ide, ha visszahozom a pénzt, azt ennyi volt.
Nem. Hogyan elloptad el, akkor most vallottad be? Azt hiszed, megúszod? Nem elloptam, hanem elfeleztük. Hát ugyanúgy elfeleztük. De ő se az egyháznak adja, hanem magára. Fegyver volt nála, Jézustál, ötöt foglaltunk le. Azért ebben a világban még az Atya Úristen fiának is meg kell magát védenie, uram. Én most csak is a Jézus Krisztus onogály. Én csak mellé szoktálni. Maguk szektársok, mindent elhisznek, amit mond. Milyen szektársok? Nem szektársok vagyunk, csak utáljuk az ilyen kormány dolgokat, tudod? De oké, de akkor ő azt mondja, hogy most itt aranyból van a kerítés, akkor elhiszi. Igen. Nem, mert kolbászból. Az hiszi, az Deutschlandban van, te bolond. Jó, oké. Akkor megyek önökkel, ahogy mondták. Küldjük már inkább a hurkát. Látod, Mihály? Ez az igazi hatalom. Mi ez az igazi hatalom? Majd rájössz, Jézus, mi a hatalom? Az, hogy visszajössz a hatalmaddal. Jaj, te itt ne fenyegető. Nem. Mit fenyegető ez a löcskös? Még a kék alja és a teteje is velem van. Elkapom a kezét, szépen húzom magam előtt. Megyek magamtól is, megyek magamtól is. Indulás, meg is érdemli kormányba hóta. Viszlát, spicli. Jézus, ezt még megbánod! Ho, gyere vissza már. Ne fenyegetőzzön, merre megy maga, másik irányba menjen. Arra mennek, mert itt a Horsodi Fidget Spinnert előveszem. Oké? Remélem, most te viszed a keresztet a genyóba. Ki kérdezik? Na várjuk meg, mi lesz ebből cset, jó? Én azt mondom. Várjuk meg, mi lesz ebből. Szökni akart, szökni akart. Nem szökök el, megyek önökkel. Hát figyelj, szerintem nem is lesz rá lehetőség. Magára küldjük a tehenek. Rendben van. A Jézusnál is ilyen fegyverek voltak. Ilyen. Hát, azt az riasztó pisztoly a csém. Na, hova megyünk? Igen? Kik ezek? Kaszinósok, ugye? Rendben. Megyek velük, belemegyek a kis játékukba, meglátjuk. Nem vettek el se telefont, se rádiót, semmit. Szerintem nem akarnak bajt. Kaszinósok. Jó. Farvosok, nem tudom ki. Mondtam, hogy itt vagyok amúgy. A templomnál, meg hogy itt vannak a farmosok. Hát a rendőrök, ha akartak volna, ide értek volna már, nem? Akkor bátos is kaszinós lehet. Ezek lőnek ránk! Azt a bonyátus rádióját, ha van. Subgifterek nyerhetnek chat egy 250 eurós füles. Köszi, aki beszáll. Meglátjuk, hogy ezt a lőcsön. Fegyvert nem lehet ilyen. Köszi, Peti! Fel is írlak. Felírtalak, Peti, köszi. Lehet, hogy csak tesztelnek, nem? Akkor lehet, hogy csak tesztelnek. Én a fécé nem láttam, meg úgy sem nem oda figyeltem. Köszi, Székesi László! Tízet! Székesi László, tízszer száll be. Edwin, kétszer eddig. Szállok. Köszi szépen. Olvasom. Tímár Mihály vagyok, uram. Tímár Mihály. Ez kész mozdulat. Lehet, hogy kinyírnak, nem?
Mondjuk az jobb, mint ha lefokoznának a rendőrségnél. Inkább halljuk meg. Főnöke haragudna, ha most nem tudna visszavenni soha? Hát! Hát, hogy haragudna, az biztos nem, hogy sajnálna el. Lehet, hogy egy kicsit sajnálná, mert az egyik legjobb embere vagyok, hogy őszinte legyek. De nem haragudna. Szerintem csak kicsit sajnálná. Én nem hazudok, chat. Csak szerintem. 52-en vagyunk fönt. Miért nem beszél? Hát ők ezt elpézik, nem beszélnek, csak írnak. Gondolom hang alapján ne is ismerjük fel amúgy, hogy kik ezek. Legközebb bármit csinál, értesítse, mert most is óriásba bajba kerülhetne, ha valóban Jézus emberei lennénk. Akkor rendőrök. De Jézus hazudott! 5 fegyvert vettem el tőle. Az, hogy befeleztük a pénzt, amit apám adott, az meg az én dolgom, hogy én kinek adom a pénzt. Meg mit kezdek vele. Annyit adom, felét adományoztam, nem az egészet, ennyi. Rendben van, rendben van. Jó, ő kapta meg a pénzt, és úgy feleztük el. Mondtam, hogy apám adta neki. Ez igaz. Az a Jézusnak adta. És mondtam, Jézusnak a felét adja oda, mert a fele engem illet. Ennyi. Ez így történt. Ez most tényleg az igaz volt. Jó estét! Hello Krisz, köszi! Aki a kaszinó tulaját keres, az jöjjön kaszinóba. Most írtak ki Johnny. Jó, de Jézus úgy állította be, hogy én megloptam őt. De hát nem, csak elkértem tőle a felét. Rendben, köszönöm szépen. Akkor valószínűleg nem vagyok olyan nagy bajban, mint gondoltam. Viszont azok nem tudom mi hittek, mint a szektások, úgy hittek neki. Mindent elhisznek a Jézusnak, de hát őt kéne becsukni örökre. Jó a ruhájuk amúgy, jó megcsinálták. Szerintem Marcel, Walter meg Bendegúz, jó a tippem? Ők hárman lehetnek? Pont ilyet akartunk csinálni a karcsival. Azt a tervet ellenem fordítják. Viszont ha a kapitány úrnak ezeket nem mondja, akkor bajban lehet. Jézus feljelentette, nem elkozott, de mindenből számolni nekem olyan börtönbe. Dehogy, nem az lesz az első, hogy beszámolok a főnöknek. Peti, köszi, eddig 6-szor vagy benne. Csak eddig nem találkoztam vele. Jó, akkor mindent el kell mondani. Dina, itt nincs hölgy. Hogy van? Nincs. Eddig is mindig beszámoltam mindenről. Az, hogy kicsit később, az nem azt jelenti, hogy nem is fogom elmondani soha. Csak mindig a munka végére érek, akkor szoktam beszámolni. Rendben, köszönöm szépen. Jézus, kerülni fogom innentől kezdve. Nagyon komolyan leerpézik amúgy. Jó. Telefont meg nincs, mert átadtam valakinek. Jó, hát akkor mindent mondjunk el. De értitek, én mindent el szoktam mondani. Csak kicsit később jelentjük, nem? Miközben eljutunk egy adott nyomozási cucchoz. Nem? Most nem derül ki, hogy kik nem fogják felfedni magukat szerintem. Köszi Rico Kevin, köszi.
Eddig több mint 130 subgift. Köszi Karolina, hello! Subgift jött. Sorsolás lesz ma. Egyébként gyakjáról, hát te jó vagyunk. Úgyhogy nagy lesz a verseny. De jó, hogy nem nekem hittek. Sziasztok, köszönöm, aranyosok vagytok. Mi mennyi subgift jött? Ez 130 biztos, köszi Dév. Új rekord. Lehet Dávid, bár németből is lehet szerintem. Hogy az erőszerte szint gyengeség. Rendben van, köszönöm szépen, mivel tartozom önöknek a segítségért? Sem, nagyon jó, de óriási RP-t nyomnak. Rendben, köszönöm szépen. Mondjuk lehet, hogy a Fater intézte, nem? Minden jót önöknek. Csát, ez komoly volt. Komoly volt. És nem is fedik fel magukat. De akkor most az az első, hogy beszámolunk a főnöknek, nem? Igen. Ja, a telefonom? Köszönöm. Köszi Dávid. Autó, az ki... kicsit odébb tettek el. Timár Mihály visszatér a kapitányságra. De hát akkor Jézussal szakítsuk meg a kapcsolatot teljesen. 16 szintén. Jó, hát menjünk a rendőrséghez, jelentsük le akkor. Majd küldök egy kordét, hogy hol van a kaszinósok háza. Oppa. Jó napot. Így visszajött, jön a szájomba, elviszom odáig. Olyan nem kell, elfutok, köszönöm szépen. Úristen. Ákos, az A-buxon. Két lóhere? Háromnak kell lenni Ákos. Szállj már be! Mester 16 jelenti a 71-95-ös parcella számnál elhagyatott lila Toyota Supra-t találtam. Köszi Ákos, 33 hónapot, te jó ég. Jó, akkor nem tudom, Jézus lehet le kéne lőni. Timár Mihály, itt vagy rádión? Igen, most indulok a templomtól vissza. Tudnánk majd beszélni? Igen. Olyan visikém, honnan jössz? Most meg van sértetve, igaza van. Biztos levágták a nyelvét, csinálj. Halló. Jaj, mondjál valamit. Ilyen baj van? Kollégák, a korvosszentra név, Mihály. Valakinek valami. Mihály. Indítsd újra a hangszáladat, Mora. Mihály, megfújtak a izék, a démonok, mondjál valamit. Mi volt? Ott van valaki izére. Kormos Sandra névet mond valakinek valami? Aha. De önnek ez autója van itt. Várjál, Mihály, ott van a fátor mögött egy kormos Ottónak a párja. Nem Mihály? Köszönöm. Várj, nem hall minket. Dehogy de. Rendben van. Belefoglalom a gépjárművet. De vágták a nyelvet, írd már egy papírra. Nem vágták a nyelvét. Hát akkor véres lenne a szája. Az előbb beszélt. Én nem hallom Mihály. Halló, Mihály! Halló! Jó van, oké. Drága Mihály! Bocs, mester, nem akartam. Letörültem az ezer forintot.
Szóval igaza is van. Kurom ezeket a bátosiékat. Másik Rocky, nem? Nem balhézunk, de innen kiszállnék és lelőném őt. Madár 3 neked bejárni. Ők voltak azok, nem? Beszállunk a farmosokról is. Jó, most mindent, jó, mindent leadunk, de... Én eddig tényleg mindent elmondtam, jó, ezt a 4,5 milliót lehet, hogy eltiltottam. De ez nem korrupció, nem? Hát a Fodder adott Jézusnak pénzt, és elfeleztük. Jönnek utána. Ők nem bántanak, hát az előbb ők engedtek el. Nem, lefordultak. Lefordultak. Persze nyomoznak ellene, már nagyon sokat simákolunk, ti is tudjátok, Alex. Nagyon jó. Ma is tanultam valami újat. Köszi a szülinapi köszöntéseket, kedvesek vagytok. Jó, hát akkor leadunk minden információt. Hát amúgy is leadtuk volna. Jó, nem az, csak szerintem Levi, hogyha a nyomozó főnöke lennék, más lenne. De mivel bendegúz a főnök, én meg magán akciózok, gondolom ez a probléma. Sorsolás Noel a live végén lesz, 9:30. Addig lehet még subgifter jelentkezni. Rajtlag gondolom. Hát jó, de tudod Alex, mindenre engedélyt kell. Á, nagyon nagy lagban csak. Nagyon lagból, nem tudom milyen komi van. Beérünk a városba. Ide fölviszem. Bocsi a lakké, mindjárt elmúlik. Kovács Leila, kereslek már. Túl sok a lóerő, ne! Fel a kihallgatóból. Szülnapi lak, ez az ajándék. Itt hagyjuk. Az ki volt? Az ki volt? Chat. És mit keresett itt? Bent. Levente, hol vagy te? Pillanat. 2 percet kérem. Ja, a tojásért? Van ott tojás András? Én is találok tojás? Na, most lehet, hogy híd alatt van tojás? Nézzük már meg. Köszi, Óvári Levente, Levente, Léci, dobj egy e-mailt, neked jár a 2 dedikáló kártya. Nézzük meg, hát találok valami érdekeset, ott a csávó.
De lehet, hogy tényleg a tojásé ment le. De hát, ha találunk. Napi hajléktalan lehet. Köszi, tipek, gossz, topogós, a live rajongói tagságot. Az mi? Ott a tojás, tényleg. Ezt kell keresni? Ebből kimaradtunk, chat. Igen? A legjobbat vagy fenn. Egy elkövető mosott kiengedve. Ez a szülinapi szerencse. Ezt meg... Ezt én leteszem az autómba, chat. Én ezt leteszem az autóba. Sőre bedobta! Te jó! Na, ezt rakjuk le! Megtalálnak, mint azt mondom, hogy lefoglaltam valakit ő. Uram. Nagyon 6-szor se dobta be. Hát ez ilyen! Volt ennek a csodálatos úriembernek a neve? Leteszem. Hova tegyük, csomagtartó vagy kesztyűtartó? Kesztyűtartó, az biztos, biztos. Nem ott lezárva? Jó. Elnézést? Nem tudom a kesztyűtartóba letenni. Csak mint a kell. Jó. Hány szám gif van eddig? Rengeteg. Már nem is tudom számolni. Hát tegyük le publikba az autót, lehet igazad van. Túl veszélyes. Túl veszélyes, igazad van, tegyük le. Köszi Peti, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Igazad van. Meg elfogadom. Nyomj neked lájkot, köszi. Nagyon jó. Törődünk a fegyel, csak nem. Jó, megyünk a rendőrségre vissza. Hello, kollégák! Kollégák, el tudtok vinni a rendőrségre? Hello! Kollega? Vagy ne rendben? Kollega? Jó napot! Szép napot! Jó napot! Micsoda motor nyoma? Nem vagyok kollega. Tudom, nem magának szóltam. Én... Jó van, én nem látok itt senkit. Jó, nem lát maga itt senkit, értem. Erőt egészséget a szolgálatvezetőt keresem. Erőt egészséget, Walter. Történt valami? Igen. Én főnök majd jelenteni Lepég. Szeretnék. Ez volt a baj. Ez volt a baj, chat. Ez volt a baj. Most mindenki kifagyott, vagy csak én? Szerintem a kollégák is. Merci kivetett, ott volt. Nem tudom, hogy csak nekem-e. Én is fagytam, más is. Dédosz van, honnan tudod? Mekkora szerencs, hogy leraktam az autót, tényleg. Tényleg amúgy.
Nem, nem írnak. Hát majd kiírják, a DDoS van. Tehát nem hiszem. Meg szerintem amúgy így konkurenciák, mint szerver, nem hiszem, hogy vagyunk bárkinek is, nem? Most 50 játékosunk van fönt. Addig lehet jelentkezni a nyereményjátékra, hello! Aha, ledobott itt embereket. Csökken a szerver létszám. Nem tudom most mi van. ID van? Mi van? Mamá segített nekünk, Noel. Nem elérhető nálam? Tegnap előtt fel egyik nézője dédoszolt. De erre bármilyen bizonyíték van? Meg hogyha meg ilyen is történik, akkor nem értem, mert tényleg nem... Ha valaki... Nem tudom, engem nem bír, vagy bármi, oké. Okay. De hogy konkurenciák nem vagyunk senkinek, Azt nem gondolnám. Na, megyünk is vissza. Köszi, hogy itt vagytok. Hello, hello. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. Köszi, Kek. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Nagyon jó. De jó tényleg, hogy leraktuk az autót. Ez egy jó döntés volt. Na, chat. Nyomjatok egy lájkot, akinek tetszik a live, köszi. A menetrendet kiírom, de holnap Amerika lesz és állami bankot rablunk, jó? Holnap ez lesz. Jaj, nem vagyunk szoliba, mi? Adott rólunk a szolit, hogy nem. Nem, nem adott rólunk a szolit. Jó. Megyünk. Jó fele megyünk? Jó, oké. Okay. Na hát Walternek leadjuk a jelentést akkor. Na most jönnek vissza a játékosok, ledobott mindenkit. Hát ilyenkor általában kiírják amúgy, hogy mi van, ha tényleg tartós a probléma, de ha így megoldódott, akkor... Ja, a tagok tudják használni az emótokat amúgy. De csak 5-öt küldjetek maxbe, jó? Kérlek. Illetve egy hónapig tart ez az ajándék tagsága, aki kapott. Rögtön vissza tudja nézni a streameket, nem kell egy napot várni. Ez 30 napig tart. Tagcsat amúgy most miért van? Hát már majdnem mindenki tag már. Jó, nem mindenki, de elég sokan. 700 valamennyi tag van. 10 főnök! Jó napot kívánok, Timár úr! Tiszteletem. Tiszteletem, kollega. Mi újság? Hogy van? Jó vagyok, köszönöm. Jöttem pár információval ráér. Na, szuper. Vonuljunk be. Rendben. Nekem is van pár információ, kívánok. Rendben. Csak nem előléptetni akar, főnök. Á, nem kellett volna. Hát a túlsztárgyalói az akciópanelsegi vizsgálja még tudom, már nincsen meg úgy, hogy... Nincs sajnos. Azt mikor tudom és hol letenni? Hát, hogyha éppenséggel nem kódorogni fog a halál után kettővel, és itt van és van valami akció, és jelző, hogy szeretne akciópanelsok lenni, kipróbálni magát, akkor lesz rá lehetősége. Rendben, főnök. Ez jó. Az egy nagyobb falat azért, egy akcióparancsnokság. Hát nagy falat, nagy falat. A zászlós az már nem egy őrmester. Hát igen. Ott már igen. Nagyobb felelősség van. Igen, igen. Jó, rendben van, köszönöm. Főnök, több minden történt, amiről be kell, hogy számoljam. Jöjjön, üljünk le. Rendben. Neki dőlök ide. Sőt, akkor leadunk mindent, nem? Na mondja, Mihály. Nem tudom, hogy ők voltak. Nem tudom, ezt nem lehet tudni. Pillanat, csak leülök, főnök. Jó, főnök, hát... Azzal kezdeném, hogy ID, az apám megajándékozott egy autóval és egy házzal, így. Na igen. Igen, kaptam tőle ajándékot. Én is szeretnék egy ilyen apát. Hát csak tudja, lehet, hogy valamit kért cserébe, de ezt még nem mondta. Kovács Tiftor, zászlós újraszolgálatban. A másik, hogy
Most voltam Jézusnál az előbb, és hát elég furcsa volt, ott voltak valami... Hát nem értesített tudom, valakit, mielőtt oda ment? Igen, a Gusztáv adott engedélyt rá, hogy a Jézus keres, és hogy menjek oda a templomhoz. Jó, helyes. Meg is jelentem. És ott több ember volt. Voltak ilyen ördögmaszkos figurák, hát betudtam annak, hogy Jézus összeszedett bárhabát. Ördögmaszkos? Persze, ilyen, nem is beszéltek, ilyen fura piros ruhás emberek voltak. Mindegy, ignoráltam őket, voltak ott ilyen farmos emberek is. Farmos, és a fegyverük is volt. Nem tudom, hogy így a templomba hogy jöhettek be, de hát elég agresszívan viselkedtek amúgy, és nem tudom, mindig beleszóltak a dolgaimba. Ugyanis a Lidlok is azt mondja, nem tudom, hogy említette önnek, vagy én említettem-e önnek, de múltkor 5 fegyvert sikerült Jézustól lefoglalni, találtam nála. Igen, hallottam hírét. Ugye gondolom még nem kapott engedélyt, és nem is fognak neki adni. Dehogy fogok egy köztörvényesnek. Jó. És édesapám adott neki 9 millió forintot. Az, hogy miért, ezt nem indokolta meg. És akkor én kaptam az alkalmam a főnök, tudja, egy kis fizetés, kiegészítés, most nem árt senkinek. Igen. Mondtam a Jézusnak, hogy ez apám adománya, viszont csak 4,5 millió jár neki. Apám a másikat nekem szánta. És akkor így Jézus így nekem adta 4,5 millió forintot. Apám valószínűleg félreküldte, nem akart ennyit adományozni a templomnak, és akkor így gondoltam, hogy én azt így megérdemlem. És ott akkor nem történt semmi más? Ittam a miseborból egy kicsit, főnök, szolgált közbe. Igen. Igen, főnök, Jézus erőlködött, de nem fogyasztottam olyan sok. Már a misebor az nem olyan sok, tudja. Meg azért utána még beszélgettünk, az kiment belőlem, miután autóba ültem, de ezt vállalom, igen. Szolgálatba, meg vezetés közben, soha nem szabad inni. Mi történt még, chat? Mi volt ott? Jézus azt állította, hogy volt itt biztonsági kamerás felvétel a műveletéről. Igen, főnök. Ja, volt egy gyilkosság is, azt hiszem ott, igen. Nem történt véletlen olyan, hogy maga részegen a miseboltól kicsit megbódulva elővette a szolgálati fegyverét, és kilövöldözött vele gépjárművek gumiai. Így van, főnök. Meg is indokolom, hogy miért volt ez. Jézus gondolom ferdítve adta át a sztorit. Jézust felszólítottam, ez nálam megvan, nálam is ugyanúgy megvan. Jézust felszólítottam többször, hogy adja át a fegyvert, ami nála van. Többszörösen megtagadta ezt a dolgot, főnök, és elkezdett szaladni. Mivel sajnos nyomozó voltam, ugye ilyenkor nem szok... Mi az a lövöldözés? Az is. Merre? Nem, a fiúk intézik úgy. Nem volt nála, ugye sokkulót nem szoktam vinni, nehogy lebukjak, ugye. Alapból a pisztoly volt nálam, nem is a heavy, sima pisztoly. Többszöri felszólítás után sem állt meg, és elkezdett menekülni. Be akart szállni az autójába, és ezért lőttem ki a kerekeit. Utána hívtam a többieket, hogy foglalják le tőle az 5 fegyvert. Virágokat az öltözőbe. Na jó, mindezt csak azért kérdeztem, mert a Jézus bejött. És feljelentést tett maga ellen. Ugye hivatalból ilyenkor a belső ügyalosztályának ki kell nyomoznia. Így van. Nagy János törzászós kollega, ugye szintén a belső ügyalosztályának a tagja. Igen. Ő valaki keresse, folytatta ezt a nyomozást, szedte ki az információkat. A kapitányságra. Ugye Jézus azt állította, hogy van biztonsági kamerás felvétel, de én ellenőriztem a templomot, és nincs ott egy darab biztonsági kamerás el, szóval sosem fogjuk. De ilyen templomban nem is szoktak rakni. Hát a templom köré azért szoktak, de nem egy ilyen vidéki elhagyatott templomhoz. Igen. Elmondtunk mindent, ugye? És ez tényleg így volt, hogy azért fogtunk rá fegyvert, mert hogy megtagadta. Annyit mondott. Felolvassam a száraz. Igen, főnök, kíváncsi vagyok, hogy mit mondott, igen. Jól van, szóval. Kedve, egy pillanat, lecsatlakozom a rádióról, mert ez katasztrófa. Bocsánat. A száraz dokumentum az így hangzik. Timár Mihály főtörzsőrmester. Kedves kollégánkat feljelentették. Az indok, amelyeket a feljelentő közölt. Állítása szerint kollégánk misebolt a szóhasználatért, ne haragudjon, csak ugye a szószoros szavakat, amiket a Jézus mondott, rendben, azt írtuk le. Szóval állítása szerint kollégánk misebolt kunyerált, majd azt el is fogyasztotta szolgálat közben.
A szeszes ital hatására elővette szolgálati fegyverét, majd elkezdett hadonászni vele. Ezek után egy gépjárműnek kilőtte a gumiabroncsait, amely indoktalan fegyverhasználatnak minősül. Majd egy jótékonysági adomány pénzösszeg felét saját tulajdonába vette, 4,5 millió forintot. Ez igaz? Ennyi. Igen, főnök, a 4,5 millió forint az valójában így van, de tényleg azt az apám adta neki, és úgy kértem el a felét. Ez ezt... az ID, ugye? Igen, ID, én ezt szeretném, ez ott van a bankszámlámon, akkor én ezt szeretném önnek átadni, vagy ha úgy mondja, akkor én ezt visszajuttatom Jézus számára. Engem őszintén megmondom, a pénz nem érdekel. Én örülnék neki, hogyha nem a Jézusnál kerül neki, mert az Isten tudja, hogy mire költ. Hát ez az, és mondom, az valójában az is igaz, hogy... Én bort fogyasztottam, de az, hogy kunyaráltam, nem, megkóstoltam, és tényleg a parancs többszöri megtagadására, hogy adja át a fegyvert, először át akartam nézni, azt se engedte, és utána átnéztem, és 5 darab fegyver volt nála. És megtagadta többször, hogy adja át a fegyvert, és utána elkezdett kirohanni, és hogy ne meneküljön el, ezért lőttem ki a kerekeket. Ez így volt, főnök. Annyit. Ez tényleg így volt. De viszont Jézusnak vannak olyan barátai, mondom, ott nagyon bele volt. Szektások, mindent elhisznek neki, főnök. És fegyverük volt. Még az enyémbe is be akart szállni, az én autómmal is el akart menekülni. Hazudik, hogy Jézus be akar mártani minket, de nem tud. Nem hallom, főnök, vagy jegyzett el? Ki akar, nem kinyiratni akar, de lehet azt is, de kirúgatni biztos. Szerintem most ír a főnök. Hát akkor... Köszöntsük az új rendőrfőkapitányt. Átvettem a hatalmat. Elintéztem a főnököt. Akkor el is foglalom én a helyemet. Ennyi. Viszont a kamera felvételeknek szerintem nem komolyan gondoltam. Én be a fotó, nem ülök bele. Nem. Rögtön. Visszajön a főnök. Addig elmegyek mosdóba, chat megint. Jó? Mindjárt jövök. Utána beleülünk a főnök is székbe? Jó lesz, Bálcsett, bocsi. Nagyon beleéli magát itt a játékba. Főnök, visszajött már? Hát ebben egy hölgy keresett. Tényleg. A Leila, ugye? Mi ez a lövöldözés? Igen? Ki maga? Károly vagyok. Károly, bejössz? Uh-huh. Gyere. Ja, itt a főnök is. Ha persze, csak kiugrottam egy cigire. Rendben, főnök, megvártam. Szia, Károly.
miben tudok segíteni? Én mind akarok veled beszélni. Akkor még várj egy kicsit, mert még a Timár úrban sorol. Chat, lehet subgiftet küldeni, aki küld, lehet nyerni egy 250 eurós fülest. Szóval ez történt, főnök. Aha. Nem tudom, a bendek... Hol tartottunk? Az, hogy ugye megindokoltam, hogy miért történt az a lövöldözés. Ja, igen. Mi a kérdés Bendek úrzal kapcsolatban? Ja, hogy ő dolgozik még? Vagy itt van? Tessék? Hogy ő dolgozik még? Vagy itt van most? Jelenleg szerintem másik városban dolgozik. Mellékállás. Értem. Jó, illetve van még a telefonomban egy titokzatos nevezetű úriember. Nem tudom, hogy kivel van titokzatos. Főnök. Igen. És ő mondta el amúgy, hogy Jézus feljelentett, illetve a kaszinósok lakhelyét tudja. És... Na, az hasznos. Mindjárt írom, hogy mit tud. Nem ingyen adja, fizetnem kell majd érte. De hogy ő rendszámokat tud és a házukat a kaszinósoknak. Hogyha ezután megvagyunk, akkor én ezt munkához is látnék, főnök, a kapok rá engedélyt. És akkor pontosan hova szeretne menni? Oda a házhoz szaglászni? Nem, megmutatja nekem a GPS koordinátát, nem megyek oda a házhoz egyedül, főnök, Isten ments. Csak birtokomba veszem ezeket az információkat, felírogatom a rendszámokat, és leadom önöknek a jelentést. Nagyon jó, szuper. Csinálja akkor. Jó, köszönöm, főnök, akkor felkeresem az embert. Jó. Minden jót. Viszont. Na, chat, nagyon jók vagyunk. Tényleg segít. Gyere, Kalcsi! Ez jó. Nem rúgtak ki. Jó, nekünk hittek, de most tényleg az igazat mondtuk el, nem? Melyik? Ja, Zsófit. Leila kisasszony, hogy esetleg itt van az őrsön? Lövöldözés helyszínén vagyok. Mivel felmegyünk a szomszédos, ilyen faszom, parkolóházra. Most megyek a rendőrségre. Rendben. Sorsolásig, Bali, még egy óra van. Körülbelül 9:45-ig lehet jelentkezni, jó? Vissza kell mennem, mert pont engem szemeltek ki. Megvárjuk itt Zsófit, és akkor utána munkához látunk. Tiszteltem. Ja, tiszteltem, Leila kisasszony. Pillanat, csörög a telefonom, Iván, utána... Walter hol van? Walter az irodában, Károlya beszél. Hello. Hello. Mi újság, Fater? Már vagy? Itt vagyok a rendőrsége, megoldódott minden. Jézus kereszt magam, te engem nem tudod keresztbe tenni. Vannak még a tetőn. Illetve voltak ilyen piros ruhás emberek, segítek. Hol van a nagy lila tábla, azon a tetőn van. Te intéztek? Nem, én nem tisztom. Nem, te intézted? Akkor érdekes. Jó van. Itt vagyok a rendőrségen, most fogok menni, meg fogom kapni fogok pár információt, azokat fogom kivizsgálni. Értem, rendben. Vagy van valami, amit tudnom kellene? Most az előbb hívott Jézus, hogy... Igen? A lila tábla 952-es parcella tetején van egy lila találkozz vele, Fater, viszont nekem meg kell szakítanom a kapcsolatot. A főnök ezt mondta, mert ez így nem lesz jó. Innen nem látok rá. Nem. Majd jelentkezek, ha tudtam valamit tőle, csak van egy kis dolgom még aztán. Jó, figyelj, Fater. Figyelj, te nem vagy rendőr, ugye? Igen. Mert véletlen megölheted, nem? Nem? Na, annyi rosszat csináltam nekem, csak én véletlen megcsúszik, érted? Értem. Nem a legmagasabb épület tetején tartózkodik egy személy, ahogy látom. Köszi, Fater. Ha így elmondhatom neked, megbízok benned. Tudom biztosítani azt, hogy én nem rendőr vagyok már. Miközben telefonálunk, van egy kicsi azia. Igen. Van olyan épület tető, amiről kaptatok el a rádióból, hogy egy erősítést kérnek. Igen, valahol lövöldözés van. Te vagy az, Fater! Te vagy az! Elmondnak.
Nem lehet kocsikázni, már a városban jutottam. Jó, vigyázz magadra, fater, jó? Vigyázz magadra. Rendben, rendben. Szeretlek, szia. Én is, hello. Szia, én is, hello. Na, egyedül menjek. Jó, megvan. Na, Zsófival beszélünk. Na, chat, akkor apával, nem mi öljük meg Jézus, majd a fater. Bocsánat. Gurul egy és felszáll és menj el. Tudnál jönni kicsit? Igen. Mihály. Igen? Figyelj, én csak annyit mondanék. A Jézussal nagyon vigyázz. Igen, most már... Igen, tudom, rájöttem és megszakítok vele minden kapcsolatot. Valamelyik nap egy fegyverrel és lőszerrel birtokolva, úgyhogy... Vigyázz rendben, vele nagyon. Rendben, köszönöm szépen. Csak gondoltam szólok. Jó, király vagy, köszönöm. Szívesen. Hogy van, Mihály? Jó vagyok, azt mondjam, mi újság? Semmi. Na, mit akarsz? Kollega van a tetőn? Na, annyit akarok egyik igazából, két dolgot. Az egyik az, hogy tényleg te vagy a... Mi most ugrottál? Zantonk a keresztapukája? Ki mondott ilyet? Az Antongát a tegnapi nap folyamán behoztuk, és azt mondta, hogy ti már Mihály a keresztapukám, úgyhogy engedjük el. Ó, és nem engedtétek el, ugye? Mm-mm. Dehogy vagyok a keresztapja, hát Isten ments! Hát itt ilyen családtagok bukkanak fel a városba, de hogy én valakinek az, hát biztos, hogy nem. Jó, oké. A másik meg azt, hogy van harmadikán, azaz vasárnap lesz városban. 23-án horgász versenyre megyek, de este leszek szerintem. Miért? Csak azért, mert nekem leugrott! Is Holló Mihálynak esküvőnk lesz 23-án, és szeretnénk elhívni. Köszönjük szépen. Megy át a parkolóház! Köszönöm. Ez esti órákból lesz? Igen, 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 igen. És az állomány meg lesz, csak nem tudtam, hogy az Mihály pont de, lesz-e, vagy de Leila, Valdiben, nem a babaváró hitel miatt, ugye? Nem. De biztos, nem a babaváró biztos. Miatt. Nem jó. A babaváró miatt. Jó, rendben. Köszönöm a meghívó. Lesz meghívó is, vagy csak itt szóba? Szerintem lesz addigra. De ha nem, akkor itt szóba. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy. Ott leszek, ha tudok, jó? Jó, rendben. Köszönjük. Vasárnap. Jó. Sok jó, boldogságot, de amúgy, hogy titkot elárulhattak, tudod mi a beszélgetés? És amúgy tegnap előtt volt a lánykérés. Nagyon jó, hát már az övé már elfáradt, azért kérte meg a te kezed. Na. Na. Hogy, tudod, hogy mi volt a beszélgetés? Meg a piros helikopter, nem mi vagyunk. Három láb. Negatív. Jaj. Jaj, jó. Jó napot. Bocsánat. Szép napot. Elnézést. A hölgy az biztos, hogy rendben. Szóval van itt egy ilyen gyanús alakot az utca közepén, táncol fénylubat. Parkolváltam. Igen? Itt, hol? Itt a rendőrség előtt közvetlenül. Jó. És a helyre szedős lámpánál csak olyan furán táncol is. Jó, köszönjük. Köszönjük a bejelentést. A parkolóval vezetőségem van. Szerintem a hölgy nagy segrúzatja. Jó, rendben, köszönöm. Pillanat, Mihály. Jó, mennyi? Na, chat, menjünk akkor, nem? A kaszinó. Mi ez? Egyedül gyere. Talál egy úriembert ott, adja neki a pénzt, nem fog beszélni, és ő sem szól semmit, értette? És utána megmondom a kordit, csak van egy kis dolgom Jézussal. 500 ezeret adjon, szerintem annyit megér önnek. Rendben, felveszem a pénzt, és indulok. Ja, az Audival megyünk. Fővesszük a garázsba. Na, chat, akkor még megtudunk pár infót, remélem, hogy most nem lép le a 105. Mutko a 150 ezerre lelép. Senki se látja. Nem? Mondjad. Találtam egy sérült kollégát, beviszem a kórházba. Na, indulunk. Nyugta. Már csak 40 percig lehet jelentkezni egy reményjátékra. Nagy János kollégát találta meg? Live végén sorsulás. Steven. Ne, Nagy a Walternek nem kell szólni, már engedélyt kértem rá. Én megtaláltam. Azt a fater visszaadta, igen. Tudom, hogy fogok lemenni, hogy rendőrök mit mondtak? Mire? Mire? Mit mondtak a rendőrök? Mire? Hogy kell jelentkezni? Subgift-tel lehet jelentkezni. Egy subgift egyszer kerül be a nevetek. Valaki már küldött 25-öt. Ő neki több az esélye. De egyet is meg lehet nyerni. Teljesen fekete ruházata volt az úriembernek. Nem volt rajta semmilyen maszk. Sötét színű haja volt. Három tárra teresztettem bele, és meg a kalcsi is lőtte, és sehol semmi baj. Én kettőt, három fejesben nem volt meg. Én is lőttem még. Van, valami van. Az szép. Három fejes, meg egy csomó testlövés kapott.
Köszi Night Bence, felírlak. Egyen is meg lehet nyerni, volt már rá példa. Beférünk ide? Ez a fater kocsi, ez a fater... Nem. Ez az a... az a... Igen. Valamelyik pedig a kiírni, ahogy van a mentős a kórháznál. Na, vigyük az 500-et. Most megyek vele beszélni. Karcsi, hol vagy, gyertek a helikopterhez. Hol a bank? Jövök. Most ezt így zártak, így volt a sérült el a kórházhoz. Laci, írt ki a felhívást, hogy mentőt szeretnék hódnám. Már találtam mentőt. Kire? Kádor, itt várunk tettőt. Bali Gamer 25. Ugye jelentem a gépjárműt, hogy esik lefoglalom. Hát hallott egy ilyen házat. Az autót. De ez jó, hogy a Jézus tőnyír rá ki. Nem én. Pénz kívül... A járműnek van tulajdonosa, Fekete Lajos. Köszönöm szépen. Fekete Lajos. Lefoglalom. Foglalják be azt a tedves gecit, aztán hagyják forint. A picsába vissza a kapitányságra, a sérült kollégákat meg lássuk el. Jó, menjünk a koordinátára. Ott várja az emberem. Vata, jelenterém, hogy egy ugyanolyan... Jó messzire kell menni. Köszönöm szépen, Dávid. Köszönöm a szünnapi köszöntésre. Mi darabja? Gyorsan hagyja az autókert pedig. Hagyják a picsába ezeket a gamersziget. Belgyúrom majd a csatogatokból. Mindetőbb. Tél a rádiózni. Akkor viszont kell. Csak az a hely, mert nem. Ha ellátok, akkor mindenki jöjjön vissza a kapitányságra, szerelkezzen vissza, aztán nekünk járjunk. Ez a pés napja? Lehet, hogy az is van. Lehet, nem írtam a múlva. Ez mép is van, igen. Tankolni kell. Köszi, Florc! Írlak mindjárt, ha is állok ide, nehogy lemaradjál. De már a negyediket osz. Negyediket osztottam. Divus nyertek, gratulálok! Hát de jó! De jó ez a benzinkút! Most tankoljunk vagy ne? Hát kik állnak itt? De jó, tele van a benzin. Ezek a farmosok. Köszi Tibike! Jó napot kívánok, uram! Jó napot! Maga meg mit keres erre felé, hogy idézkedem? Hát tankolok! Nem akarjon egy kicsit dolgozni, akik kint a termény szerintem? Ó, nem! Miért?
Hát mert jól állna magának, hogy... Nem dolgozok, én ingyen is. Halló, szia! Mi van ilyen városi picsúr vagy, vagy mi a picsúr? Városi, persze. Városi. Rendőr vagyok, de influencer akarok lenni. Az jó fizet állítólag. Akár jó akarsz lenni? Rendőr, hát influencer akarok lenni. Influencer? Mi vagy te valami vírus? Azt mondják, hogy az jó fizet. Hát mi a vírus? Ezt terjesztette a Covidot, kegyó! Álljatok át tőle! Várjál, mert ez megint amúgy ilyen kormányfagyja. És maguk mit terveznek, dolgoznak? Jézus, megadja a teheret! Túrós tejfölös, mindent csinálunk. Túrós tejfölös, értem, értem. Pálinkát is? Egy, azt is adunk. Igen? Kész testvér, szóljál, adok, ha kell. Akkor nem kakó, mert borvad áll a testvér. Bor jó lesz? Jó a bor is, igen. Na akkor álljatok arra, hogy pont neki adjam át, mert én olyan vagyok, hogy másnak is átszeretek ott. De ez ilyen kancsóf? Kancsóf? Dehogy kancsóf, flakonos te, flakonos! Ez a Johnny, nem? Majd leteszem ide neked a földre, nehogy itt kiöböljön, jó? Vedd fel! Köszönöm, felveszem. Volt ez úgy mellett adtunk. Vedd fel! Köszönöm. Gépjárművet adok fel. Hát is jelvény rajta. Köszönöm, majd megiszom. Merre mennek amúgy? Be a városba? Nem a városba, megyünk megszettel itt a izéket, te a marhákat. Jössz velünk, Gyó? Nem megyek, most van egy kis dolgom, de köszönöm szépen. Jézus is ott van velünk. Jézus is ott van? Igen. De nem értem. Mit tud a Jézus, hogy mindent elhisznek neki? Mondják meg. Jézus az Úr. Hát most mondom, meg úgy áldotta meg tegnap a Mariskát. De az ott van termi? Megmagotta a frét. Mi? Megmagotta benne magjait. Mit csinált? Hátulról! Hátulról megtermékeni! Igen! Mariskár, ja! Azóta még nem Mariskár a tehéntúróba. Azt még azt mondja nekünk, hogy nem mondjuk el itt senkinek a városba. Persze, hogy elmondjuk, hát ki a hölgyek a satelet. A hölgy a Mariska itt szembe velem? Nem. A tényleg egy tehén. Jó, hogy egy tehén! Persze, hát itt a farmunk, hát szerinted hülyéskedet. Nem, azt hittem, hogy a hölgy a Mariska, bocsánat! Kik ezek? Minotaurusok. Jaszutaurus fogok születni. Értem, születi, értem. Köszi Gyuri, kedves vagy. Köszönöm, üdvözlök titeket. Ezért van túró tejfölünk. Na, velük tartasz cigány? Nem. Ja, ez nem tudom. Minden jót kívánok. Megyek, további jó munkát. Szép napot. Velük tartasz cigány. Hoppá. Én már be földekeretén a bevetét. Menjek már, csak bankoltam. Hát ezek nagy fogok. De várjatok, most nem értem, hogy ott kaszinósok, farmosok is egyben. Most ezt én nagyon nem várjam. Valaki érti ezt? Na nyomjuk meg! Noel, írlak. Így megyek vissza, érted kollégák? Köszi Gábor, egy 88. Gyorsan hajtott el a rendőrség. Illetve egy kivitár. Hát de átszázhatják magukat. Kaszinó legális, a farmosok az illegális, értem? De adtam, hogy mondhat ilyet, hogy én vagyok a keresztapja. És egy felszólítás meg volt. Úgyhogy óriás van. Kinyitott a dohány? Erősítésre van szükséggel, de jól Hármára fogok van ennyi de mi van dolog, cseh?
megoldás. Hát a gépünk megvan. Hát, 9 órásilag előbb érkezett 10 perccel. Lehet újra kéne raktam a gépet, nem? Na ne mondjak semmit, ugye azt mondta? Köszi Bence. Merre vannak továbbra is keleti autópálya? Pozitív. Bence. Nem, a net ilyenkor jó alaknáljék a gép lang. A harmadik felszólítás megtörtént. Itt ezek mik? Bocsánat, ezek. Borospince, Kovács Dávid is. Odaérünk, sose érünk oda. Kovács Dávid. Lehet még jelentkezni, Csert. Ez egy 9000 forint értékű füles. Lehet valaki egy 1000-es sem megnyeri. A keleti autópályáról 2000-es parcella számlál. Vadász egy indul. 2001. Akkor ott a tó fölötti kisvárosban? Vater van itt. Pozitív. Grape Seed. Köszi Flort, de már az ötödiket is volt. Megszereteszi a szolgálatot, további jó munkát. Jó pénés, Lacikám. Megtörtént a negyedik felszólítás. Nézzük. És utána megkapjuk a koordinátát. Lakott területen kívül a pitmanőverre megadom az engedélyt a szabályok betartásával. Erre vannak még egyszer. Nem vettem, 2019. Fater van itt, rádióban pozitív. Haladunk a tó mellett. Dorombol a nyúl. Köszi Timus! Timus nyerted amúgy az előbb. Nem? 2048-nál halad Sandy fele. Az ember. Márk az egyik nem írt vissza, úgyhogy újra sorsoltam a füles. 2010-nél lefordult jobbra. Postázzuk azokat is TikTokon. Elvesztettük pillanatnyilag a vizuál kontaktot. Milyen gépjárművet keresünk? Sötétkék Mitsubishi Lancerevo. Köszi Word lesz 97. Sandy Shorzy Benzin Kuna leveztetünk a vizuális Már fejlően kisorsoltam már ugyanúgy egy másik embernek írtam, ő írt is azonnal. Csett, hát ez ennyi. Megyek Sandy fele. Megvan, itt jön velem szembe a Mitsubishi. Annyias parcella szám. Itt a 68-as úton jött ki Sandyből, most visszafordul Sandy fele, Grape Seedbe megy. Rendben. Tényleg teljesen mit vagyunk a tó partján. Köszi Gábor, majd meglátjátok, ilyen kerékbe rakom a neveket. Jó, hát akkor kérjük most a kaszinósoknak a házát. 500 ezer. Világít a check engine, úgyhogy nem fogom tudni vele tartani a tempót. Fegyvert tartott rám? Hát csak nem lőle. Grape Seedbe vannak? Itt vagyunk Grape Seednél az autópálya alatt. Nyomtok egy lájkot, ha tetszik a stream chat. Holnap után lesz magyar, jó? Holnap amerikai szerver. És holnap állami bankot rablunk. Bekerült az amerikai szerverünkbe az állami bankrablás. 54-es parcellatnál. Köszi Word lesz. És most le fogják adolni nekünk a cuccokat az én frakciómnak azért, hogy bemutassuk a szervernek, hogy milyen egy állami bankrablás. Most se fogjuk tudni a lelőhelyeket, utána meg kell keresni. Városfele keleti autópálya. Csak holnap ezt bemutatjuk mindenkinek. Jó? Megvan a terv is. Saját sem, igen, de füstöl a kocsim úgy, hogy nekem gatya lesz lassan. Jó, várjuk a koordinátát. Megérkezik az ember, és akkor... Bányahíd! Van mindjárt Bányahíd! Valakit üldöznek nagyon. Bányahídot elhagyja alatta menj át! Pénz nálam maradt? Nem. Jó, jelentem, hogy vadász egy... Ráfiteltük, hogy fára.
Mit csinálnak? Itt vagyok börtön mellett, keletinél. De hát azért megnézzük, körbefotózzuk, aztán leadjuk a szolit, mert lassan írdom ki a keringbe az embereket, mert hát rengeteg van. Megadtam magamnak. Lakott területen kívül 10% se érvés. Nem mész? Hogy nem, mert nem kaptam koordinát. Tehát itt van, mikor az ember megérkezik, küldöm a koordit. Bányahíd. Jó, gyere, mozgatjuk el a Bányahídat, Szendi reptér fele halad. Szendi reptér előtt halad el. Azt várom csak. Sőnk a reptérnél. Nem segítek, hogy most ezt kell csinálni. Itt van, vannak sokan, most egy emberre mi menjünk rá 28-ben? Az embernek esélye sincs akkor. De húztak, lehet! Lehet. Nem tudom, 1024-nél elindul arra, amerről jött. Kiderül. Izgalmas ez az nyomozás, tetszik. Tényleg vagyunk. Elhagytuk a repülőt. Hogy itt a magyar. A magyar Discordot beküldi a valaki, légy szíves? Moderátorok? Az amerikai is. Akkor megyek, becsatlakozok. Akinek van kedve. Eszek addig, jó. Köszi, Geri. Rendben, Gábor. Köszi szépen. Gábor, ha ő nyeri, akkor újra sorsoljuk. Bánya, itt fele haladunk. Negatív, nem Bánya, itt fele haladunk, hanem itt a kis Fendi bank fele. Igen, reptér fele volt. Merre? Szóval... Sandy Bank alatt a 68-as úton megyünk a templomba. Szerintem ez fullos, Alex. A 68-as útról lekanyarodott jobbra. Ki az első üldöző? Mester 15. Ja, meg a bolt. Egyedül vagy? Negatív. A mutkos baj volt belőle. Zsír. Szerintetek elkövettek minket? Elég? Megint lehúztak itt. Az veszélyes lenne. Csak nem. Ez mi volt? Meg vannak? Igen. Hát, neki mentünk? Nem láttam kontaktot. Csak nem lesz ilyen baj. Meg kiderül. Kollégák lövöldöznek? Pozitív. Csak kerékre. Jelenleg megállt egy pokorban, jól láttam. Hát akkor Faternak megint intézkednie kell. Ötven, lábra van tűzparaj. Tégy fel a mehet. Sokkoló. De hallod, az a fő nem menj a hegyre. Ki a faszom megy fel a melcől a hegyet, megbaszom! Kiszálltunk. János van. Jött az emót. János. Ki volt az? Lén. Voltam. Lenni volt az. Ez ászoros. Hagyja pály, ki volt majd, én ezt intézem, nem a magunk feladata. Fut az úton, bazd meg! Valaki jöjjön már egy kocsihoz, csapja már. Az új tagok is tudják használni az emótokat. Hát az a baj, uram, hogy a sokkoló se hat rájuk. Jó, azt itt a pillanat. Akkor lőjétek a nőket! Most megyek a házhoz. Nagyon jó. Chat, megvan a pénz. Valaki visszament a kocsijáira, hogy mondtam? Vagyis jó helyre ment. Leparkoltam a Mercivel a hegyről, megyek oda. Kövesse, kilőtt gumiú, lada jellegű gépernyővel van, menje. Ki igazoltatja? Szóval, hogy a szolgatárja engedjék-e? Semmelyik segíteni, most sokan vannak egy emberre, most csináljuk ezt. Azért vesz prioritást. Igen, van egy új emót erre, hogy nem értjük a dolgokat. Amúgy ti látjátok, kérdődik, hogy milyen címet adok az emótnak? Mert mindig kér, hogy milyen címe van az emótnak, kér egy ilyet rendszer.
látjátok, jó? Péter. Telefon nem látszik. Köszi Bálint, kedves vagy. Péter Sándor, belügyvészted úr, a kocsi. Jelentem, vizuális kontakt megszűnt. Most várunk csat, jó? Megkapjuk a kordit és megnézzük. Utána meg hazamegyünk szerintem. Jó, az autót lefoglaltam. Legyen meg az 1000 like, köszönöm! Jöjjön már, Kordi. Harminchatan vannak játékban, csak valaki többet küldött. És épp azt néztem. Köszi Kóla az egy hónapot, köszi Mike-ot. Rendszámokat nem hiszem, hogy le fogja írni. Pár perc és úgyhogy szuper. Nazzai Bögrő, nem az fel a cím, hogy Nazzai Bögrő. Ja, jó. Hát szerintem én. Most így, hogy lett több tag, még több emotot tudok betenni amúgy. Ez tagságtól függ, hogy mennyi emotot tudok betenni. Utalás jött. Vadász egyes elmegy tankolni egyet. Milyen utalás jött? Ja, itt nem is tudom megnézni a bankot. Ezt nem értem már megint. Max 5 emoji. Nem értem már megint. Köszi Timus. Millió valamennyit volt, és most 60. Most erre kíváncsi leszek. De bár nem, hát a Fater elkapta, tudjátok az előbb, akkor nem kapta volna meg a pénzt. Vagy ezt nem tudom. Ennyi szám giftelő van eddig, eddig 36, de valaki 20-25-öt küldött, többen küldtek 10-et, valakik 5-öt, valakik 1-et, lehet, hogy valaki, aki 1-et küldött, ő nyeri meg. Jó, össze lesz keverve a kerék. Csát, addig leadom a szolgálatot, szerintem. Fehér Mátyás, itt van rádiós. És akkor megnézzük, és utána hazamegyünk majd. Csak elterés, tessék. De adjuk a szabot. És utána hazamegyünk. Hatál, vadász, tudom ki pedig. Én. Holnap akkor 18.30 Amerika, jó? Állami bankrablás. Száb. A száb miatt. Gyerekek, Gábor, köszi. Patrik, 10-20, köszi. Gyerekek, a száb miatt kikresseltünk. Itt írja, száb. Száb. Nem tudom, hogy mindenki kifagyott-e. Vagy csak én. Nem tudom, mi van. Lehet, mert tényleg levik a szervert. Én vagyok a hibás. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads.
New shoes once a given then. Ugyanaz a hang. Ugyanaz a hang. Mama said that it was okay. Oké, benne vagyunk a kocsiba. Benne vagyunk a kocsiba? Hogy mi van? Saját Discordom, és oda a nézők tervezhetnek előttokat, amik jól beszoktam tenni. Na, a fater még találkozik. Velem. Hát, de szerintem igen, de megnéz, fő tudok csatlakozni rájuk. Előbb is ez volt. Köszönöm amúgy, hogy ma ennyien itt voltatok, jól esett. És tényleg a rengeteg köszöntést köszönöm. Az igazi apukám, igen, Nasz István a hálószobából játszik. Nem, nem a fater. Most nincs lang. Mit csinál? Jó napot kívánok. Tudok segíteni? Hát nem tudom, nem indul az autóm. Óha, hát akkor szerelőt hívjon. Hát jó, köszönöm szépen. Vigyem be a városba? Elvihet. Jó, jöjjön. Úgyis betartok a városba. Kösse be magát. Lakcsett, mi ez? Megjavult a lagrendszer! Lassítunk! De jó! Tök jó játszani lagmentesen! Rakjam ki. Megjöttünk. Köszönöm szépen. Szívesen, 5000 forint. Egyébként képzelj el, hogy 5000 forint? Igen. Várjon, adom, persze. Már ingyen dolgozunk, nem köszönöm, mert megy az autó, tudja. Igen? Mit kérdezett közben? Nem tudom átadni az úrnak így. Jó, nem baj, hagyja. Mit kérdezett? Nem kérdezni szerettem volna, hanem azt szerettem volna mondani igazából, hogy a kollégáim majdnem rám akartak fogni egy fegyveres gyanúsítást. Értem. És nem így történt, ugye? Hát nem, persze. Rendben. Jó, nem. Akkor vigyázzon magára és őrizze meg jó szándékát, jó szokását. Rendben. Minden jó. Köszönöm, de a... Felé... Másik.
Erőtegészséget. Timár, milyen leadja a szolgáltat? Jó pihenést. Jó pihenést. Jó, chat, lerakjuk a fegyvert, és akkor megyünk Fatterhoz. Hello, kollega! Szia, Tibi! Mizu? Minden rendben. Minden rendben? Jó van. Fú, ne tudd meg, mi történt. Na, mondjad! Kivette palettóba kicsit pihenni, hogy jól érezzem magam, csőd, ilyenek. Erre jött egy terepjáró, kijött, kiszálltak belőle ketten, azt elkezdtek lövődélni. Az igen! Én meg úgy padlókázzal jöttem vissza a városba, hogy tudtam. Nagyon jó, örülök, hogy nem sérültél meg, király vagy. Megijedtem kicsit. Timit mondott, nem Tibit, Timit. Merre kell menni pulykakakast venni? Aj, mindig eltévedek, de miért? Azt sem tudom, hogy merre vagyok arca. Ti mit mondott? Tímár Mihály, ti mit mondott, chat? Küldött Kori, tudom, most a Fatterhoz megyünk először. Csak le akarjuk tenni ezeket a cuccokat. Jó, a többi maradhat. Jó, csatlakozunk a rádióra. Oké, már nincs sok ide a sorsoláshoz. Igen, igen, sorsolás nem sokára, csak mire beírom a neveket, hogy lehet elhúzódunk egy kicsit, de türelmeteket kérem. Jó fele megyek. Ó, Marika! Hát, jé! Merre kell menni? Még lehet jelentkezni chat a nyereményjátékra. Ezzel megütöd a Fatterod, giftelek 5 szabot, nem? Nem bántjuk a Fattert 5 szab és se. Megbeszélőbe. Gyere! Köszi! Mondjuk az első volt, nem mindig. Mi ez a második, nem? Bár... Szület leadása. Itt egy indokolatlan táska. Itt egy 160 nevet. Testér, pavelogó gázolért, nem értem. Hello! Mennyi? 8000 literje, normális! Nem liter, egy komplet kanna 8000. Ja, hogy egy kanna? Nem kell, hát tele van a tank, uram! Új, hát nyolgaznak vagy te kiadó. Hát persze! Mint tank, jó van, mester, akkor további szép napot! Szép napot! Hello! Csak nem jelöltük a GPS. Holnap után megyek. Messze van. Holnap után ott találkozunk. Hát oda nem tudom, hogy jutok ki, chat. Oda nem tudom, hogy jutok ki. Azért nem. Na nézzük meg a kaszinósok házát. Holnap után megmegyünk a szigetre. Ja, hídon ki lehet menni, tényleg. Jó, holnap után, hogy izgalmas legyen. Várjunk. Na, de nézzük meg, hol laktad a kaszinósok között, aztán megyünk haza. Jó, van hit, tudom most már tényleg. Na, de akkor az lesz, jó? Még 25-ig lehet jelentkezni chat, aki szerette Füles Gyerdi. Most már nincs idő, mert be kell jönni ezt a sok nevet. Vissza tudják amúgy a streameket, aki nem tagja máshol. Ó, hát ez az a hely akkor, amit beszéltünk a live elején, chat.
Az lesz az. Szia Béci, csőcső. Egyik nap bemászhatunk, nem? Jó, mert elég közel lakok, csat. Elég közel lakok ide. Nagyon jó. Na sorsoljunk akkor! 20-ig lehessen jelentkezni, jó? Mert utána nem tudom, elvesztem a fonalat. Szóval aki akar, most küldjön még, remélem nem fagyunk ki. Na jó, nagyon jó, nem fagytunk ki. Na, sorsoljunk, jó? Még aki jelentkezni akar, most jelentkezzen. Mert mire beírom ezt a sok nevet, adom a képet, jó? Na, van nekünk egy Botos Tibikénk négyszer. Botos Tibike, négyszer. Egy, kettő, három, négy. Van Laci tízszer. Laci egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Nagyon jó. Domcsó ötször. Egy, kettő, három, négy, öt. G pont ívet kétszer. Egy, kettő. Jó, Csík Noel, írlak. Csík Noel kétszer eddig, ez a másodikod. Köszi. Hol tartottunk? Ez a tesz 25-ször. Egy, kettő, három, négy, öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt. Hát ez elég esélyes. Jó. Florc 54 ötször, ha jól látom. Így van, egy, kettő, három, négy, öt. Jankó Péter kétszer. Jó. Honzi Tivi? Tivi, ha rossz ilyen, bocsi, de tudom, hogy Tivi, csak a, lehet, hogy Honzi, ő háromszor. Rizikós lesz Domcsó, meglátjuk. Honzi Tivi, Kardos Márkó egyszer, Koala egyszer, Molnár András egyszer, Balázs Csaba ötször, egy, kettő, három, négy, öt, Zoli egyszer, Jimmy Dog tízszer, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, Bali Gamer 25-ször. Kinek szurkótok? 2, 3, 4, 5. Tíz, tizenöt, húsz, huszonöt. Ők a legesélyesebbek. Krisztián. Major István ötször. Egy, kettő, három, négy, öt. Márk egyszer. Varga Kristóf egyszer. Nasz Gábor egyszer. Biha
Pihari Tamás. Pihari Tamás 5-ször. 1, 2, 3, 4, 5. Bala 5-ször. 1, 2, 3, 4, 5. Roberto DJ 1. Krisko Maximilian. Jó. Varga Kristóf, írlak. Varga Kristóf. Ja, még 25-ig, aki akar, jelentkezhet, amíg írom, mert így is tudom írni. Csak utána már. Kristóf, egy, oké. Okay. Ferenc Balog, egy. Edwin Kész, kétszer. Nagyon durva, hogy nem nézel oda. Ja, nyertem, vagy voltam országos ilyen gépíró versenyen. Oravec Péter. Peti, itt vagy? 5, ugye? Nem, 6. 6, 6, 6. 6. Oravec Péter, 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Székesi László, 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knight Bence 1. Csík Noel 2. Gábor 88 2. Bence 1. Kovács Dávid 1. Timus 1. Wordless 97. Vas Zoltán. Patrik 10-20. És Varga Kristóf 5-ször. Eddig így állunk. 1. 5. Na, hát eddig így állunk, chat. Egy gyors ellenőrzés. 156 ember van bent. Botos Tibike, Laci, Domcsó, Atesz, Peti Jankó, Tivi, Florc, Koala. Jó sok, igen. Mindjárt összekeverjük, össze fogjuk keverni. Jimmy Zoni, Jimmy Dog. Mire gyűjtünk központi fitésre. Tényleg szeretném nektek megköszönni ezt a rengeteg támogatást. Valaki gazdagodni fog egy ilyen értékes fülessel. Annyi, hogy ki volt bontva annyira tesztre, de nem használtam. Nem hagytam ki senkit, ugye? Moderátorok, aki nézte. 25-ig lehet jelentkezni, jó? 25-kor zárjuk. Jó. 6-szor van Varga Kristóf. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. 5-ször van, nem 6-szor. 1, 2, 3, 4, 5-ször van bent Varga Kristóf. Azt hiszem, hogy máskor volt-e. Lehet, Varga Kristóf 6-szor van, mert előtte küldött egyet. Küldött egyet. Értem, értem, mit mondtok. Küldött egyet, és most 5-öt. Volt, hogy egyet, ugye összesen 6-ot. Sorba írtam mindenkit. Balinál például összeadtam a 15-öt meg a 10-et, de Kristófnál így végén adtam össze. Úgyhogy igen, Kristóf 6-szor van benne. Csett. Köszönöm a moderátorok segítséget, remélem élveztétek, jó kis live volt. Székesi László még 10-szer! Te jó ég! Te jó ég, Székesi László, még 10-szer. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repkednek ám a tagságok, köszönöm szépen. Székesi László, 10-szer. Jó. Még egy perc, jó? És akkor utána kevergetjük. Köszi Csík Noel, még bedob egyet. Köszi. Azt rengetegen.
Már csak 19 jelzik, hogy 200 új tag legyen ma. 181 új tagunk regisztrált ma. Ez durva. Ez durva. Durva. De 6-szor adott, akkor 6-szor írtam be, csak ide írtam föl. Itt 5C van, és beírtam még ide is, látod? Csak nem, sorba írtam, ahogy érkeztek. Ahogy érkeztek, jó? Köszi Zsolt. 6-szor írtam be, figyeljetek. 25 van, ne küldjétek, jó? Várunk 1-2 perc késedelmet, ha valaki még éppen most küldené be, nehogy kimaradjon. Innentől kezdve ne küldjetek már, jó? Ez rekord, igen, köszönöm szépen. Köszi Bence az 5 hónapot. Jó, most ne küldjétek, még várunk 1-2 percet, hát ha valaki még rányomott. És akkor... Jó, elkezdem keverni. Jól összekeverjük. Ó, hát ez aztán... Ez durva. Ja, megkevergetjük, persze. Tényleg teljesen látjátok, teljesen véletlenszerű. Beírom, megkevergetem. Ez teljesen tényleg a véletlenre van bízva. Tényleg, lehet, hogy olyan nyer, aki egyet osztott, lehet, hogy olyat, aki 25-öt. Köszi Noel. Nem lehet tudni. Nem lehet tudni. És köszönöm a támogatást, tényleg aranyosok vagytok. Holnap 18:30-kor lesz. És ezt a fülest valaki haza viheti. Vagyis nem haza, mert majd viszi a postás. Postás. Hmm. 167 ember. Ja, ugye 181 új tag, de valaki magától lett tag, nem nyerte. Sok sikert mindenkinek. A Steel Series-zel már beszéltem, lesznek még ilyen nyereményjátékok. Mint TikTokon is. Tökre tetszett nektek, vagy nekik, hogy ennyi jelentkező van ezekre a játékokra. Úgyhogy, ja. Jó, 30-kó pörgettem a kereket, jó? Csak mondom addig, hogyha valaki kifutóba van, nehogy le... Mert múltkor is Jassus például már utána küldte, de azért be, máshol kell beírni. Úgyhogy, ja. Ja, elfáradtam. Hogy lehet elfáradni? Még most nem aludtam sokat éjszaka. Illetve Nasz Gábor, illetve Gábor 88 azt mondta, ha ők nyernek, akkor újra pörgetést kérnek. Hát kíváncsi vagyok, tényleg. Én is. Zöld a chat, így van. Hát tagchat van. Tagchat van. Tibike, de akkor gyorsan te állat. 30-kó forog majd. Jaj. Ja, lehet itt A-tól Z-ig, nézzétek meg, ABC sorrendben is lehet. De a tagcsat van, ja, annyi tagunk lehet, hogy bekapcsoltuk. Meg úgy pörgött a moderátorok, szegények nem győzték. Nem győzték követni, de nagyjából most már chat szabályzatot. Nézd csak, Tibiki, beírlak ide középre. Köszike. Csilla nyerte. Gratulálunk, Csilla. Most már mindenkinek osztogatja YouTube, nem csak aki kommentel. 2 perc és pörög a kerék. Addig kevergetjük. Kevergetjük. 1-0 a Citynek? Jó van. Na, tényleg kíváncsi vagyok. Köszi, Ramcsi még beszáll. Ramcsi. De így írlak, Ramcsi, jó tudni fogjuk, hogy te vagy. 1, 2, 3, 4, 5. Jó. 1 perc. Kattintás izomlán, lehet good, lehet. 1 perc. Messi vagy Ronaldo? Egyik se, Ronaldinho.
Jó, tényleg ne küldjön senki már, jó? Köszi, aranyosok vagytok, de most már nem tudom beírni, aki innentől kezdve küld. Gyerünk, gyerünk, szurkoljátok ki. Köszi Bence az egy hónapot. Mindenkinek sok sikert! Aki nem nyer, ne búslakodjon, mert subgiftet osztott, nézőknek okozott örömet, hogy egy hónapig tagok lehetnek. Bent vagy Edwin, kétszer is. Bent vagy, bent vagy, bent vagy. Köszönöm, köszönöm a rengeteg szülnapi köszöntést. Nagyon aranyosak vagytok. Na 30 van, jó chat? Akkor menjen. Menjen. Ennek tényleg, tényleg nem tudom mennyi az esélye, ki fog nyerni. Nézzük! Nézzük, nézzük, és... Oravec Péter! Oravec Péter 6 darab subgift-tel nyerte meg. Peti, itt vagy? Gratulálunk Oravec Péternek. Peti, dobja egy e-mailt. Screenshottal a csatornádról, az, hogy a 6 subgiftről, és teljes név, város utca, házszám, irányítószám, telefonszám, e-mail cím kell. Egy SteelSeries fülessel gazdagodott. Nem tudom, hogy Peti itt van-e. Várunk. Ha Peti nincs itt, akkor majd biztos, hogy lesz olyan stream, ahol itt lesz, de azért várunk még. Köszi Bálint! Nagyon kedves vagy, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Mindenkinek jó pihenés, kitartást a sulihoz, munkához. Holnap este akkor találkozunk. Majdnem, Laci, ott voltál. Ott voltál. Jimmy Dog volt mellette, meg Székesi Laci. Ja, majdnem beadta megint. Na, Peti itt van? Nincs itt? Várunk még Petire. Máskor is itt szokott lenni. Szegény Domcsó. Te elvittél már 4 nyereményt. Lehet azért. Ott volt még Ferenc Balog. Balázs Csaba, Laci. Sorsolt ki újra, ha nincs itt. Nem, ő nyerte. Ilyenkor egy-két-három napig szoktam várni, ha nem jelentkezik, akkor sorsolunk újra. De ebbe a kerékbe benne lesznek a nevek, benne maradnak, ha véletlenül nem jelentkezne. Ha nincs itt, akkor visszanézi majd a streamet, gondolom, akkor jelentkezni fog, de ha 2-3 napig nem jelentkezik, akkor ez megmarad ez a kerék, jó? És akkor újra sorsunk, de szerintem jelentkezni fog, csak lehet, hogy dolga volt, meg elment. Elment. Hát köszönöm szépen chat, jók legyetek, jó volt ez a szülnapi live, jó volt a mai napom, nektek hála. Köszönöm a rengeteg köszöntést, ajándékot, kedves szót, mindent e-mailbe. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó pihenést, a legjobbakat, jó éjszakát, tagoktok, rögtön elérhető a chat, aki nem tag, neki holdap. Jó pihenést, sziasztok, jó.